open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 9 perccel imáron újra élőben. Hello, Feri, hello, Jani. Hello. Jó reggelt mindenkinek. Itt vagyunk, jó reggelt. Még egy kicsi állítgatás, mint szimatolgatás, serélgetés, rakosgatás, és mindenki, mindenki aztán rajtra kész, de hát egy hét alatt itt nagyon sok mindent elkavarnak. Visszaállítunk mindent, visszahúzzuk a potikat, igen, a pultot, a saját szivacsunkat, elmosogatjuk az egy hét alatt felgyújt mosatlan, csak mondom egyébként nagyon vicces, hogy akárhányszor elmegyünk szabadságra, mindig ennyi, kiderül, hát... amikor visszajönk, hogy ki az, aki mosogat ennél a cégnél, ki hát a morning show. Te is Anna, ti kette van. A morning show bizonyos részei, én csak használok. Félelmetes. Na, hát egy hét szabi gyerekek, régen nem találkoztunk, nem mondom, hogy nem megyünk még, de... Igen. Vagy azt gondoljuk, hogy jó, hát de abba is lett volna egy jó adag őszintesség. Képzeljétek el, nem, most valahogy nem, valahogy az volt, ami régen, hogy így vártam kicsit, hogy jövünk be, meg újra találkozunk, meg de komolyan nem tudom, mi volt, pedig nem szoktatok hagyom. Most lelkismert fordulásom van. Mert neked nem volt. Mert neked nem volt azért. Nem, úgy feküdtem le, és úgy keltem, hogy de jó, hogy megyek, és de jó, hogy még van a rádió. Nem tudom, de jó, hogy még tudunk menni. Lehet, hogy a közelgő vég. Nem tudom mi, igen, de hogy úgy jöttem, mert hogy most úgy... meg még a kicsit, ami hátra van. Volt egy ilyen mikrofon éjség, ami ritkán van, vagy ritkábban bukkan most már így elő bennem, és most úgy volt, hogy de jó, hogy jövünk, és újra találkozunk, és mindenkivel milyen élmények történtek, és újra majd témákat dolgozunk fel. Ez így nem volt az utóbbi pár hétben, mikor Szabira mentünk. Hát pedig van. Lehet, hogy hosszabbnak. Föltöltöttél. Vagy föltöltöttem, az lehet, igen. Én hazudnék, azt mondanám, hogy nem gondoltam rátok, gondoltam, de gondoltam egyébként a szabadságunk első napján is, amikor Törökországban egy pucs kísérlet keretében megpróbálták a jelenlegi kormányt megdönteni, mondtam, hogy óriási. Mondom, hova menek Balázsék nyaralni? Törökországban. Ülök pénteken a Gianninál egy baráti társasággal, születésnapot ünneplő. Egy Gianniban, így van, Gianninál nagyon kajálunk, mi egyszer csak így tik-tik-tik-tik, pityeg a telefonom, de így hat, mondom, hogy belázasodott a gyerek, tudod. Ja, bocsánat. RTL, innen, onnan, mert ugye csak én csak azt hittem, hogy belázasodott, de nem, RTL, ugye nem mész holnap, ugye akkor maradtok, ugye lemondjátok. Miért mennénk, hát hiszen... Úgy kísérlet, tankok Isztambul utcáim, vadászgépek, 100 halott lőnek, így ültem, mondom, hogy egy dupla mojitót, adjatok inni, így van. Most! Jézus, atya úristen, mondom, nem hiszem, én másnap, ugye szombaton indultunk volna Törökországba. Na jó, de nem Isztambulba mentetek, hát ott meg nincs semmi. Na jó, de tudod, azt mondom, hogy tankok az utcán. Sérültek, persze, halottak, nyilván. Szükségállapot, Erdogán a helyén, az elnök a helyén van. Megtorlás, emberek tömegei az utcán, a katonákat, hogy hívják, gyakorlatilag szinte felhúzzák. És egyébként történt valami hasonló is, tehát, hogy azért ott voltak. Síró hangon, mondom, most én nem tudok ezzel foglalkozni. Én most berúgok. Mégis áttetessük Bolíviába. Mondom, jó, nem megyünk, én most berúgok. Mondom, próbáltam erre tartani a lelket, hogy oké, nem baj, akkor elmegyünk horvát, valahova, belföld. Nekünk igazából külföld a kikapcsolódás, szerintem a mi helyzetünk, ez érthető, hogy én ott jobban tudom érezni magam. Gyönyörű az ország, csak az embert ott békén hagyják, mesztelenül, tök vakarva. Én tudom, egy gyerekkel a kezében nem lépnek oda 3 percenként, hogy fordó. Szóval mi szeretünk külföldre menni. És mondom, hát ezt nem hiszem el. De jött Erdogán bácsi. Igen. És másnap reggel 6 óra 40-kor kezembe veszem a telefon, index. Pucsnak vége, Erdogán a helyén, mindenki legyalulva, ami egy másik történet, és egyébként igen, nagyon szomorú, mert a korunk egyik, hát nem is tudom, legnagyobb tisztogatása zajlik éppen. És akkor, mintha már készültek volna rá, picit, mintha vagy benne volt, vagy nem, sikerült volna leverni ezt a pucsot, picit, mintha kapóra jött volna a pucs. Igen, mert fura az egész történet. Igen, zárójelben szerintem egyébként nem ő szervezte, tudott róla, hagyta, beépítette az embereit, és aztán gyorsan megbuktat, ezzel megerősödött a hatalma. De mi vettünk egy nagy levegőt, és másnap fölültünk a röpzajra, és... Igen, a röpzajra. És irány, Észak-Korea. És azt mondtuk, hogy ám legyen. És bevállaltuk két gyerekkel. Tele volt a gép? 16-an mondták le összesen, abból 8 állítók beteg lett, vagy jó áziorvos és szerzett egy igazolást, mert ugye erre nem fizet a biztosító. Hát persze, ez egy olyan helyzet. Terrorcselekmény, háború, nem fizet a biztosító. Igen, óriás ködbérrel. Előbb is sújtották volna egyébként azokat az utasokat, akik például már lefoglalják a szállást, és aztán mégsem veszik igénybe erre a... Hát azt ki kell fizetni, hogy amikor így van, bukod, amiben ez nem lehet egy nappal már nem tudsz. Nem nagyon tudsz kiszállni. A repülőjegyet bukod, mindent buksz. De legalább a gyerekkel tudtál passzolgatni, én gondolom, a repülőgépen. Majdnem, hogy tele volt. Kizárólag magyarok nagyon bátrak, tehát tele volt. Nem bátrak, csak
Hát nem azért dolgoztam egyébként, hogy egyébként meg, azt is, én azt is megértem. Minden kinti SMS-edés, hogy kivel mi van kint, a, mit tudom, Lilu is kint volt, meg egy pára, hogy vagytok, mi van, lőnek-e, nem lőnek. Tehát a török rivére egyébként 800 km, igen, 2000 lejjebb van, lesejért, nem is tudtak rólam, de ők is CNN néztek. Lilu kit akart összehozni valakivel, régi ott maradt a Rodostóba, te hirdákban ott maradt rákot. Nekem nem szólt, de nem voltam ott. De az a durva, hogy amikor kiszállsz a reptéren, akkor kicsit félsz. De nem azért, mert hogy pucs volt Isztambulban, hanem mert robbantottak Isztambulba a reptéren, és úgy van megcsinálva az antáliai reptér, hogy kilépsz, és körülbelül 200 turista ömlik ki egy ajtón. És ugye az már a külterület, tehát oda már bárki oda jött fogadni ember, és eszedbe jött, sőt nem eszedbe jött, hanem fogod a gyereket magad mellett, és azon imádkozol, hogy nem most. Tehát adjon az élet neked még 10 másodpercet, hogy valaki ne lőjön a tömegbe. Egy ilyen borzasztó érzés, tehát eszedbe jut. Isztambul ugye előtte 2 héttel, igen, és úgy mész ki egy ilyen privát buszhoz, amiben beülsz és bevisznek a szállodába, hogy egy ilyen 100 emberrel így kitódulsz az utcán. És leszeket arra gondolsz, hogy valaki ott egy Allah Akbar, egy gombnyomás, és esélyed nincs semmire. Mondjuk az Allah Akbar az amúgy is egy kompatibilis dolog ott náluk, tehát hogy akkor még nem is lepődnél meg. Igen, de az nem jó érzés. És akkor gyerek egyik kezembe az egyik gyerek, Viki mögötte, másik gyerek, gyere ide, ne menj el, húzd a bőröndöt! És pillanatok alatt ki akarsz jutni a reptérre, a másik, amikor jössz haza. És rájössz, egyébként baromi kiszolgáltatott állapot. Az rosszabb, mert ott sokat kell állni, vagy hát viszonylag ott állnod kell. Állsz, mert az antáliai reptér úgy, hogy befelé is már ellenőriznek, hogy bemész a reptérre, azonnal átnézik a csomagokat. De ott megint áll 200 ember, és mindenkit nézel. Aki kicsit girosztárul, aki kicsit elővesz valamit a táskájából, mindenkit nézel, mert nagyon-nagyon nem jó érzés. És amikor már benn vagy a reptéren, akkor megnyugszol. Tehát az egy kicsit azért úgy szorult az abszem, tudod? 2 héttel, ugye, vagy 3 héttel az isztambuli robbantás után. A szállodában semmi. Tehát a katonaság, rendőrség jelenléte az semmi ilyen fokozott semmi? Semmi nincs. De itt mindenki civil ruhás volt. Én azon gondolkoztam egyébként, hogy miért nem tesznek legalább egy fegyveres embert minden hotelben. Ugyanis Tunéziában is hogy volt, ugye, hogy akik ugye lelőtték az embereket, azok a tengerről jöttek. Mire figyeltek, az volt az érdekes. Tehát ha átmentél egy másik szállodába, visszazavartak, ha idegen hajó jött valonnan, azonnal álltak föl és figyelték, tehát ebből érezted, hogy azért résen vannak. Hogy nagyon nagy volt a figyelem, de egy vokitok is csávó, hát mondom, köztes. Ilyen alapon mondom, add a bilincset, nálad a vokitoki, ketten majd leteperjük. Szóval a katonai puccsot nem lehetett érezni, ez a terror dolog azért ez ott is megvan. És szóval a szállodába be tudtál menni simán? Nem, mindent átnéznek. Tehát átnézik egy ilyen bombakeresővel alul, ami nem tudom mennyit ér egyébként, most ott alul véghúz, hogy azon van egy cénét, de a bőröndömben lehet 3. Tükör volt a végén is, főleg Viki alatt utakodtam. Biztosan bőre a szoknya alatt van. Igen, a feleségem az alatt, hogy tükör az ember. Jusszim, és 10 percen nézték, hogy Vikit egy tükörre, tényleg, üküm. Azt nézik, a repteret is nagyon ellenőrzik, szóval azért ez, szóval szerintem ők is megvannak az élettől ijedve, hogy hát valaki ott megérkezik. Amikor emlékszem, hogy Egyiptomban elkezdődött ez a történet, még annak idején az a robbantás megtartott, és minden egyes szállodába betették ezeket a detektoros kapukat, úgy mentél be. Igen. És ha jelzett, akkor az elején akkor még őrület volt, és aztán már így átnézett, azért jó van, mert ennyi, mindegy. És azon gondolkodtam, hogy ott ugyanúgy bemehet bárki más, mint ahogy én. Így elkezdett csipogni a kapu, ezeket nem érdekelt egy idő után, tehát valószínűleg itt is meg fogják szokni a dolgot. Igen, de az jó, az megnyugtató volt. Most még figyelnek, az jó. Úgyhogy jó volt, napsütés, meleg tenger. Hát, tegnap érkeztünk meg, úgyhogy hál'. És amikor leszállsz, akkor ugye azért kifújod a levegőt, hogy jó itthon. Szóval, hogy azért ez egy békés hely, tényleg. Szóval én örültem, hogy kimentünk, de úgy jó volt eljönni. Ti merre? Milyen volt? Kinek milyen? Horvátország! No. Ja, mi nagyon szeretjük, úgyhogy az idén is mentünk, és mi északot választottuk most, Isztria, Szlovénián keresztül, csak mondom, akinek még nincs szállása, de menni akar, ez a legjobb. Ugyanis lefelé délre, hogyha mész, ugye magán Horvátországon keresztül, akkor mindenki állt az autópályán, Szlovénián. Olvastam, hogy kilométeres sorok, autópálya, horvát tengerpart bedugul. Pont múlt hét szombaton van. Mindenki oda megy a terror miatt. Elindulnak és mennek lefelé az emberek, ugye, hogyha Split irányába mész, vagy csak Közép-Dalmácia, viszont az északi részre Szlovénián keresztül lehet menni, így mentünk keresztül. Semmi autópálya ott is? Autópálya végig, jó minőség, egyedül ott a szlovén és a horvát határon van, nagyon komoly ellenőrzés, így ül a horvát határőr. Néha valaki megböki, akkor fölnéz, így, hogy mehettek, ezért van 6 kilométeres. Semmi. Viszont azt képzeljétek el, hogy a egész Európa gyakorlatilag ott van, tehát, hogy furra tele. Mindenki oda megy. És a jó horvát vendéglátós mit csinál ilyenkor? Jó, megsrofolja az árakat, de nem csak ő, szerintem ez volt egy ilyen nagy tanácskozás Horvátországban. Megemeljük-e például a boltokban az árunak az árát? Meg! Mondta valaki, és megemelték. És mennyit, egy konkrétum, hát, mint a beütő
4-ek kajálni, húzós? Vagy egy mondom bemészi? Neked, ittam 1000 forintért kávét. Ne! 1000 forintért, úgyhogy ez a kemping egyik sarkában, mert mi ilyen mobil homosok vagyunk, ez a telepített ilyen nagyon jó kis cuccok, de egy nagy kempingbe laksz gyakorlatilag, ugyanúgy, mintha te mondjuk lakókocsival vagy sátorral mennél, csak nem viszed magaddal a cuccot, hanem ott van egy ilyen jó minőségű kétszobás, tök jó egy ilyen lakóegység, és a tengerparton ittunk 1000ért kávét. Elmentünk vacsorázni. Limited edition. Nem igen. Volt semmi. Macska, cibek, nem, mondom, hogy neked Illi Ferenc kávéját ittunk, ugye, mert az ott helyi, az annak örültünk. Nagyon, nem volt rossz, meg ott van naplemente, tudod, meg tenger, én értem, hogy az hozzáadott érték, na de ez igen, hát jó, ezt most ők igen, meglovagolják. Igen. Senki nem mer ugye a Törökországba menni, senki nem mer máshol, Horvátország, nem robbantanak, nyugi van. Üdítőital például gyereknek veszel egy valamit, akkor az mondjuk 25 kúna, az megint egy 1000-es. Kemény. Nagyon kemény. És akkor a Balaton drága. És akkor a Balaton a drága, nyilván meg lehet oldani, tehát mi is vittünk egy csomó kaját, mert ugye két család ment meg főzőcskézzel, de azért csak elmész egyszer egy étterembe, egy hét alatt. Beülsz, hát azért igen, a persze. Na, az 40 ezer egy kisebb családra, úgyhogy úgy, lehet költeni, de érzik. Figyelj, dánok, franciák, az olasz, a komplett olasz emberáradat, aki nyaralni megy, az ott van, mert nekik szerintem még már mindig olcsó. Már unják, tökre kicserélődött, nincs orosz, megjelentek az angolok, jönnek az a németek, az nem, nem mennek az oroszok ha, még barátok, mindig. Már Isten, mondjuk én. Nem löknek félre a svéd aztán, nem tudom. Szóval tökre kicserélődött, oda is mások mennek. Tehát hogy nyilván átpolarizálódott az egész, hogy ki hova mer menni, meg tud igen. Menni. Törökbe egy angol nem nagyon ment, egy német megy inkább máshova, mert nagyon sok. Tehát ezért Horvátország, oda megy mindenki nálatok. Mindenki, autóval ugye viszonylag elérhető a dolog pár óra alatt, bár találkoztunk svéd családdal is, onnan azért lehetett autózni egy kicsit, mire odáig elértek. Tehát nagyon sok nációvárosos nemzet van. Figyelj, hát, ők mondjuk nem egy hétre jönnek. Igen. Tehát neki 3 hetes a szabadsága. Emigrálnak. Igen, mondom, 2 napot autózik, közben megalszik valahol, és akkor pihen 2,5 hetet. És nem Lengyelországon, meg Szlovákián keresztül, ahol közmondásosan nagyon jó minőségek az utak. Igen, és nagyon kedves a rendőrök. Tudni kell, viszont a horvát rendőrök, beparkoltunk, bementünk Umag belvárosába, megyünk vissza a vacsora után, ott állnak az autó mellett, a barátom autója mellett a horvát rendőrök, és így nézegetik. Na mondom, figyelj, nem vették jegyet, vagy mi van? Mi a baj? Igen. Mondják a rendőrök, hogy jó napot kívánok, azért állunk itt, mert egy nem is tudom milyen nemzetiségű autós beparkolt ide, és meglökte az önök autóját az előbb, őt várjuk, hogy ezért nagyon keményen lecsesszük. Nem találtuk meg ezért magukat. Nem. Igen. De ő magyarul, hogy ne várják. Nem jön vissza, büdös életre, nem fog beszélni. Nem lesz itt. Hogy nézze meg az autóját, legyen kedves, hogy van-e rajta valami kár, mert akkor azt mi jegyzőkönyvezzük. Milyen kedvesek. Így álltunk, érted? Hogy mi van? És mondta a csávó, hogy igen, mert ők látták pont, hogy beparkolt, csak mire ők ideértek, addigra már. Igen, és biztos urak a rendszámot, hogy főjöttek. Hát, visszajön. Igen, szóval kedvesek. Kedvesek. Tudják ők, hogy ebből élnek, persze. Nagyon jó a tenger, a szolgáltatás minőségén azért még lehetne csavarni egy kicsit itt-ott. Tehát például kivittük a búvár felszerelést. Mert mi a Mátéval szoktunk együtt merülni, mondom, ott van gyönyörű roncsok, érted, az Isztria mellett merülünk egy nagyot, bemegyünk a búvárbázisra, egy darab csávó ül a pult mögött, mondanánk, hogy ketten vagyunk, merülnénk itt. Hát mondtam, nem, hogy gondoltam rá. Nem. Te vagy a búvár. Tudod, mi az átad mögött? Mi? Az a tenger. Hát érted? Oda jöttünk, mi is? Így van, mert nekünk van Balcsink, csak abban nem látszik. Most igen. Innen van Balatonunk, csak abban nem látszik semmit. Tehát, hogy azért jöttünk ide? Azt mondja, itt nem. De miért? Hát, mert hogy 10 vendégem van. Na de hát mondom, 10 vendég, azért ez nem a világ, plusz nekünk nem nagyon kell segítség, már elég jó fokozatban vagyunk, el tudunk menni egyedül, csak adjál palackot, mert azunk nincs egyedül. Igen, adjál egy kis levegőt. Sávó, hogy az nincs. Hát de mondom, te vagy a búvárbázisos teszó. Azt mondja, hogy figyelj, 10 ember van, én nem dolgozom többet. Mi van? Hülye vagy a főszezon kellős közepén? Figyelj, neki meg volt a napi 10, na. Az mind víz alatt volt. De akkor még nem tudtátok, hogy milyenek az árak. Hát akkor nem tudtuk még, hogy milyenek az árak, de kifizettük volna szívesen, mert azért mentünk, hogy egy kicsit belecsobbanjunk a vízbe. És nem volt merülés? Nem volt. Nem ott volt, a parton? Ott állsz a tengerparton, a búvárbázis mellett, mondod, hogy van neked nagyon finom kúnád, odaadod neki. Csak hadd merüljen. Csak adjál 2 palackot, tesó, azt mondja, nincs. Hát megmutattátok a cuccnak a tengert. Egyébként ennyi volt. 2 palack az a tenger.
és víz. És jövőre ugyan. Szia tenger, itt vagyok, majd jövőre ugyan. Pedig a gyerekkel az nagy lehetőség, szóval az ritkán jön el, én is 6 éve nem merültem. Ugye, hogy beszerettük volna, hogy betesszük a izébe, van foglalkoztató a kempingben, imádták a gyerekek, mondom, hogy van egy 4 órás, mert az alatt mi pont ki tudunk hussanni egy merülésre, volt 4 órás, palack nem volt, úgyhogy az tud száraz. Jó megy nekik, valószínűleg jó megy nekik, az van, hogy nagyon megy, tudod, mindig. De hát ha te csinálsz egy olyan vállalkozást, ami gyakorlatilag 3 hónapig él, ugye ugyanazon, mint a bal csinál, hogy szezonális a dolog, 3 hónap hát alatt, hát azért megpörgetnéd, és mondjuk 10 ember, az nem a világ, tehát 10 ember azért ez nem egy nagy történet, hogy mondjuk fölfejleszd arra, hogy 20 embert tudj kivinni. Igen, 10 palasz, 10 reduktor, nem, az nem, akkor 10 mellény, az nem, 10 békatalp, az, igen. Azt találok a kocsimba 2 békatalpat, meg egy reduktort, ha nagyon átnézem. Na, ugye? És hát, ez fedő vállalkozás, ő volt a kávézó, ahol itt álltok ezeket. Kint érnek el, hogy 10 ember. De gyönyörű, én nagyon szeretem, úgyhogy imádnivalóan jó volt a dolog, de aki akar menni, az készüljön arra, hogy zsebben nyúlós. Tehát ahhoz képest, amennyi mondjuk még csak tavaly is volt, tehát ahhoz képest... Élnek a történelem adta lehetősége. Igen. Rohadékok. Na és mi van belföldön? Minden a legjobb. Oké, be van, persze, voltunk, egy picit elutaztunk a bankra, szeretünk ott lenni, sokáig nem mentünk el. Érdekes módon a gyereknek nem volt túlságosan kedve elutazgatni, részben ez betudható a Pokémon keresgélésnek, ami őt is beszippantotta. Rákattint, ráment? Hát keresi a Pokémon? Majd beszélünk róla. De egyébként bankon eszembe jutottatok. Ó, tudom, anyukám mondta, hogy megkaptam már fényképet, mondom, milyen kicsi a világ. Nem hiszem el egyébként. Én csak kikövetkeztettem, igen, hogy veletek találkozott, mert írta jó anyám, hogy a fényképet megkaptam, ugye milyen kicsi a világ. Dolgozt. De nem írta oda, hogy miért, és gondoltam, a bánk, akkor volt. Az a Janiék. Kimegyünk este sétálni, és akkor egyszer csak így elmegyünk valakivel, hát ugye a szemem közmondásosan jó, igen, elmentünk veletek, és akkor Jani, nem ismersz meg? És akkor tudod, így jönnézek, és így hát full sötét volt, tudod, így nem. Nem hiszem el. És összefutottunk. De most nézem, odaírta, megkaptad Janitól a képet, ezt írta anyukám. Igen. Jó volt. Aztán ott beszélgetünk egy picit, egy fél órácskát, órácskát. Marha érdekes egyébként, hogy ebben az esetben azt kell mondjam, hogy az alma messze esett a fájától, mert gyakorlatilag ő olyan... Ő kedves, vagy mi? olyan belföldi utazási tippeket cserégetünk egymással, hogy anyukádék annyira képbe vannak, de tudod, de minden, és akkor ezért, és ide menjetek, oda menjetek, ezt nézzetek meg, itt írt a Verbőcő, 3-as könyv, igen, és akkor Isten, de utam volna ezt a találkozni, és akkor menjük, igen, a Trónai kastélyben, és mindenképpen menjetek, és ők mennek, ők sokat óriási, mennek. Nagyon utazók. Úgyhogy nem, tök jó volt egyébként. Mi szeretünk egyébként bankolni. Köszönjük szépen a polgármester úrnak a pálinkát, amit bekészítettek a szobánkban. Hát kapták is polgitól egy kicsit. Annyira jó volt. Igen, hogy a díszpolgára vagy. A város kulcsát. Igen, odaadhatná egyébként. Díszpolgára vagy lassabb. Persze, nagyon-nagyon jó kis helyről van egyébként tényleg. És mit csinált a pálinkába? Visszavitte a Tesco-ba? Mit? Visszavitte a Tesco-ba? De az a baj, hogy a számlát nem adta hozzá. Nem volt zárja egy mi. Igen. Polgikám, legközelebb a számlát is, hogy majd Jani visszaváltatom a két sió almalére. Igen, ízre nem alma volt, hanem bar. Igen, egy két sió almalére és egy marak. Marakujjára, mert nagyon szereti a marakujját. Na, akkor jó volt. Úgyhogy egyébként meg teljesen jó volt. Hát meg most viszont a hétvége, hát ez az eső. Én nem tudom, mi volt nálatok. Nálunk a konkrét özönvíz. Tehát azon sem csodálkoztam volna, hogyha nagy egy utca magasságában még Noé bárkát is besodorta volna a kertünkbe a víz. Olyan esőt láttam, amilyet még Lőrincen gyakorlatilag semmikor. Majd mutatok nektek, hát a hallgatók nem tudom sem is megmutatni, készítettem egy videót. Figyeljetek, nem fogjátok elhinni. Konkrétan ilyen árvízvédelmi, ilyen kis dolgot kell kezdeni. Várja, azt mondja, hogy ez szombaton volt. Szombaton este, meg én már akkor csak hallottam róla, hogy nagyon nagy zuhi volt. Vasárnap már nem volt semmi. Órán keresztül esett, de olyan mennyiség, amit én még nem láttam. Le kellett fóliáznom a nagy kaput, téglasort kellett pakolnom, mert az utca... Igen, a kapu elé konkrétan, a nagy kapu elé le kellett raknom egy fóliacsíkot, meg rá egy téglasort, hogy ne jöjjön be az utcáról a víz a kertünkbe. Nem tudta elnyelni, és ráadásul mi egy picit egy lejtőnek az aljában lakunk, ahonnan a kanyarból jön be az egész utcára a víz, és így álltam így a kapuba, és azt láttam, hogy jön a víz, és így szépen a mi kapunknál bekanyarodik a kertbe. Köszönöm. Hello, Jani, megértem. Hello, sziasztok, itt vagyunk. És bejött 3 köbméter víz.
egyszerűen hihetetlen. Ez a klasszik, fél óra, 20 percet esik, de egy ilyen egy havi mennyiség leesik, igen. És akkor kimész így, hogy hívják, hogy így lapáton ezt csinálja, azt csinálja, aztán már hogy egyszer fürdőgatjából táltam azt a térdigérő vízben. Van egy nagyon jó videó fent, egyébként az egyik videó megoszt a portálon, a Lőrinc Centerbe készítették, a mókáskedő fiatalok. Végbordoznak? Nem, hogy hívják. Hát mert azt úgy szeretem, amikor ilyen esővíz után kocsiba húzzák és végbordoznak. Ilyen nem gumicsónak, mert minek hívják ezt, gumimatrac, kutyával húzatják magukat a parkolóba, ott, ahol egyébként szoktak állni az emberek, mennek a Pennyben, mennek a, hogy hívják, hogy itt a gyorsétterembe, meg mennek a benzinkútra. Figyeljetek, elképesztő. Ott konkrétan egy ilyen mesterséges túlat, egy ilyen víztározó. Nagyon vicces. Nem tudom, hogy régen is volt ez, nem. Ilyen fél óra alatt ennyi nem. Ilyen nem volt. Ilyen trósi, ilyen felhőszakadásszerű. Nem volt. Nem volt. Nem ilyen típusú eső nem, voltak, semmi, nem? Semmi. Volt egy nyári zuhi, esett egy kis eső, az kész. Fél, nem bírta el a csatorna, átbukott a csatornán a víz, és nem a csatornán jött le, hanem úgy a tetőn, hogy az alsó pincék közben be is ázott egy picit. Ami szerintem meg soha ez nem volt, nem volt lebetonozva a fél ország. Az lehet, elnyerte. És ugye a földút elnyeri, itt meg nincs, ami elnyelje a dolgot. Van egy lefolyó az egész utcában, rosszul azok kivitele. Azok voltak tiket. Hát igen. Forma 1 volt valaki kint, akkor nem volt senki nem is látta. Szombat nem, hát az eseményeket tudjuk, ugye Hamilton átvette megint a vezetést, lenyomta egy picit Rosberget, lerajtolta. Hát jó futam volt, én nem nézem dugunalom a Forma 1 szerintem, de hát jó volt, ez az, jó volt az időmérő. Hát az időmérők ugye az eső miatt többször elhalasztottak, ott voltak ilyen mindenféle kis események, de egyébként Hamilton beúszt az ötödiket, ezzel az örök ranglistán átvette a vezetést. Jön ez a Hamilton, gyerek, majd a Rosberg vezetett, de most megint összekapta magát. Bizony, jön föl. Nem föl. Én bírom-e parti arc, itt bulizik, ott bulizik, én szeretem, tök jó. Egy kis szint visz a formányos, és nem a bőre színére gondolok. Igen, még nem volt megírni. Racista poénan indított a Balázsika. A visszatérések után. Visszatérések, ez sem változott semmi. Ugyanolyan rasszisták, mint eddig. Nem erre gondolok, hanem hogy legalább van egyénisége a csávónak. Tehát nem olyan halálosan unalmas, mint a többi. Kivéve Raikkonen. Jó van, na hát a többi dolgot majd úgyis megbeszéljük még, ami így eszünkbe jut, mert nyilván csomó minden történt. Közben jönnek az SMS-ek is, hogy kivel mi történt, ezekkel is foglalkozunk majd, jó? Hogy áll a határ, mi a helyzet, hol mi, majd igen, majd. Hogy áll a határ? Hogy áll a határ? Foglalkozom a Lánchíd. Az is igaz. Mi újság, határvéget írjátok meg nekünk. Fél hét múlt, egy percet jönnek a hírek, aztán jövünk a játékkal. Egy hetet pihentünk, úgyhogy nagyon felszívtuk magunkat, nem? Jöhetnek a bárki harcosok. Jöhet. Nyertük a két héttel ezelőtt? Nyertük, úgy mentünk el, igen. 3-2-re. Vesztésre álltunk, de aztán fordítottunk. Jó van, lehet jelentkezni játékra. Jó, játszanátok, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Class FM-en. 10 perc múlva pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Kint állnak a rendőrök az M3-ason, a 204-es Kavicsnál, Hajdunálásnál, a Nyíregyháza felől érkezőket mérik, érdemes lassítani, ezt Szabesz küldte nekünk. Köszönjük szépen, ez a legfrissebb egyébként. Sokan kérdezitek, ugye az élménybeszámolók után Törökországot, hát mindenki járjon utána, nézzétek meg, a tengerparton nyugi van. Nem érezi semmit, Erdogan bácsi úgy látom, hogy a helyzet magaslatán van, lubickul a dologban, úgyhogy szerintem nem lesz semmi. Hát a reptér az meg egy kiszámíthatatlan dolog. Hát de bárhova mész. De bárhova mész, látod, hát most Németországot nézd meg. Szóval aki gondolta volna. Mindenhol ott lehet ez a tragédia. Bárhol megtörtént így. Na, beszéltük róla, hogy tényleg gyakorlatilag, tehát hogy ülhetsz otthon a négy fal között, de igazából semmi értelme nincsen. Milyen alapon, akkor most már nem menjünk sohasem, mert mindenhol utal élet minket ez a dolog. Ha nem valamilyen terrorista cselekmény, akkor adott esetben egy őrült, vagy egy nem normális, ilyen megzakkant ember, mint amilyen mondjuk a müncheni volt. Hát nézd meg a münchenit, így van. Hát most érted, szóval, hogy az ember nem is tud már mit mondani, igen. Motoros gázoltak a 21. kerületben a Csepeli út elején, KJ küldte nekünk, Székesfehérvári elkerülőnél, Siófok felé pedig történt egy baleset, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Kezdjük el a hetet egy jó kis játékkal. Mit szóltok? Szerintem ez jó ötlet. Mikrobi voltál egy ilyen? Nézzük meg, hogy ki a hét első játékosa. Na mi van? Érted ezt? Nézd meg, elállították. Na miért nem szól ez? Szabotás történt? Szabotás történt. Új pult, vagy már ilyen állapotban a régi? Mindegy, hát adjuk adásba. Itt van meg. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, Feri vagyok. Feri! Szia!
Feri, honnan hívtál minket? Hát most éppen az M3-as autópályán vagyok, Budapest Gödöllő között, és megyek dolgozni. Mit dolgozol, vagy mit csinálsz? Fodrász vagyok Budapesten. Ó, hát akkor sokat ingázol, nem? Sokat, hát minden nap. Minden nap Gödöllőről? Gödöllőről Budapest. Hát, annyira nem vészes. De szép, hát nem szép vészes, környék nem alatt. Vészes. Főleg, hogyha ilyen korán megyünk, akkor... Akkor még nyugi van. Igen. Nehogy mindig később a Szerencs utcát bedugul, és akkor vége az M3-asnak. Igen. Na, és jó fodrász vagy? Érdemes hozzá menni? Nem. Hát... Figyelj, nagyon rosszul. Várnál egy ilyen választ? Nem. Igazából szakbarbár vagyok. Tökre bírnám. Gyerekek, fiúk, csajvágás, az 10 éve ezt sem, megélek belőlem, és mit csinálják? Eddig nem vették észre, hogy nem értek hozzá. Mennyire? Nem azt mondom, hogy egy szar lett, hanem azt, hogy elég sok tanulóm volt már életemben, és én mindenkivel azt kezdem, hogy mindegy milyen fodrász, hogyha jó a beszéded, jó a dumád, el tudod adni magad, onnantól kezdve nyert, ügyed van. Volt a legelső tanulóm, borzasztóan dolgozott, de tényleg minősítetetlen volt a munkájam, de előbb volt saját üzlete, mint nekem. A mai napig dolgozik, és még mindig nagyon rossz hajakat csinál. Hozzáteszem azt, hogyha bemegy az üzletbe egy vendég, jobb hajjal ment be, mint ahogy kijött, de nagyon sok vendége van, úgyhogy mindegy milyen fodrász az ember, ennyi. Hogyha el tudja adni magát, és el tudja a vendéggel fogadtatni, hogy ez jó, akkor... Igen. Nem ilyet kértem, de ilyet kértem, nem vöröset, de most ilyenek, ez de a divat. Ez sokkal jobban áll. Jé, ne legyen már ilyen, makacs őfej. Figyelj, a fodrász nagy titkok tudója, még nem lehet valami. A fodrász jól ápol lelket, oda mennek csajok, dumálnak, pletykálnak, hasznot érted, kicsit felveszed a fordulatszámod, megérted őket. Egy megcsalt feleség, nem? Oh, megvigasztott. Viszont, érted? Hát örökre rivalizálás folyik a postások és a fodrászok között. Az intim viszony a fodrász, tényleg. Hát ott a nők kibeszélnek neked bizonyos. Mint egy másodunak a testvér. Mint régen a Szabó, ugye? Hát ti honnan tudjátok, hogy ez így van? Mert én is mindent megbeszélek a fodrászommal. És pedig 14 éves koromig jártam fodrászhoz. Egyszer ki kell próbálni, aztán majd meglátjátok, hogy ez jó vagy rossz. Jó, de egyébként én fodrász hű vagyok. Ha van egy jó, akkor az ember oda megy. Kivel játszanál, Feri? Igazából mindhármatokkal időtettétek volna el, de mondták, hogy nem. Úgyhogy így van, Balázs, de majd a beszélgetés folyamán majd rátérek mindhármatokra, mert van egy tervem, méghozzá egy üzleti tervem, de mind... Jó, üzleti terve, gyerekek, hát jobb, mire kell viszont Szabiról, nem arról, tessék, hogy mivel keresünk, milliókat, egy jó üzleti tervvel. Gondolom az üzleti tervben én majd a söprögető nem lesz. Fogok, de majd meglátjuk. Na meghallgatjuk, akkor indítsuk az órát, Jani. 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok, figyelek, mi a terv? A terv, kérlek szépen az, hogy elétek rakok egy üzleti ajánlatot, és ti majd meglátjátok, hogy elfogadjátok-e, vagy sem. Ez a terv? Ez a terv. Adáson kívül teszed elénk ezt az üzleti ajánlatot? Az adáson kívül teszem azt az ajánlatot. Aha. A terv az, igen? Hogy először is, hogy vissza szokták kérdezni? Szoktam néha. De most annyira kíváncsi vagyok, hogy most nagyon érdekel a terv. Hogy keresünk milliókat? Mondd el. Na. Hogy keresünk milliókat? Kérlek szépen. Ha most én elárulom ennek a játéknak a titkát... Ja, hogy ez egy játék lenne? Maga a terv? Tehát az üzleti terv egy játék lesz? Maga az üzleti terv az egy játék lesz. Pontosan. Na most miért? Most elmondod? Mert hogy semmi nem derül ki egy a tervről. Hát megmondtam, hogy adáson kívül. Adáson kívül. Aha. Jó, akkor visszajövünk, és akkor elmondod adáson kívül. Jó? Jó, nem. Csak erről a játékról akartam. Nem annyira lényeges. Jó. Oké. Okay. Hát akkor ez rövid volt. Hát én is kimondtam, én nem hallottam, de többen írják. Ki. Nem mondtad ki. Volna, hidd el. A terv szót többször kimondtátom. 30 A játék terv? De ez már a terv. A terv? Még azért nem meggyőzőek az SMS-ek, mert valaki igent hallott, valaki nemet. Tehát. Igen. De visszahallgatjuk, ha kimondtam, akkor természetesen Feri az ajándékcsomag. Jó? Feri kimondott egy durva igent. Te nem mondtál ki semmit.
Hát meghallgatjuk. Köszi a játékot minden esetre. Okay. Köszi, ciao, hello, ciao, ciao, hello, hello, hello. Terv. A terv, hát akkor addig adjuk meg magunknak. Persze, hát azért, hogy mi jár, az jár. Lehet, hogy rövid lesz, mert elvesszük 7 óra után, de most még adjuk meg. És most még ünnepeljük meg, nem? 8 perces ünneplés. 8 perces ünneplés, én nem hallottam, de gyanús, mert az SMS-ek mennyiségéből lehet érezni, hogy, hogy valami tiltott szó lehetett, nagyon sokan írják. Visszahallgatjuk, drága hallgatók, jó? Senki ne idegesítse fel magát. Kora reggel. De visszajöttük a Szabiról, ennyit egy játék nem ér. Aztán majd felhúzunk magunkat, ez megint elmegyünk egy hétre. Igen, nem, mert nagyon berágunk, akkor elmegyünk. A hónap már nem vagyunk. 3 perc, pontosan 7 óra jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyünk és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, egy újabb hét indul, így a nyárban, a július utolsó hete. És élőben vagyunk újra. Igen. Hét pihenés után. Reméljük, ti is azért tudtatok pihenni. És aki Szabin volt, annak jól telt. Nem, bár tudom. Itthon nem volt olyan jó idő. Azt én nem is tudom, hogy igen, ezt akartam kérdezni, milyen idő volt itthon. Nem volt gond. Nem volt, gond. Esős volt, vagy nem volt esős? Nem. Hát mondom, leszámítva ezt a kis özönvizet. Igen, a szombati özönvizet. Amikor azt hittük, hogy eljött ugye a végítélet Lőrincen. Mi vittünk egy plusz gyereket magunkkal, hogy nehogy unatkozunk, ugye a kettő mellé. Mindegy, nem érdekes, és az ő szüleik ugye itthon voltak, és így SMS-eztünk, és mondták, hogy itt az eső, rossz idő van, mondjuk Mátrában laknak, Molnár Máték, a Ród együttes, igen. Köszönjük, hogy nálunk láthatta a gyereket, de tényleg mindegy, nem érdekes, igen. Ne legyél hálás, hagyjad, ne legyél hálás. Ha jöttök egy elem is öttel. Két szélvédővel egy törölnyaba, így hát három labdában. Nem érdekes. És akkor ők mondták, hogy rossz volt az idő, de hát lehet, hogy csak náluk, feléjük. Feléjük. Hát ez nem olyan azért, mint tavaly. Hát, nekem eddig. Azért szerintem volt egy pár jó hétvége. Tök fura egyébként, hogy most hallottam megint, hogy a balatoni vendéglátósok panaszkodtak, hogy egy jó hétvége volt eddig. Miért van az, hogy ők mindig azt mondják, hogy csak egy jó hétvége volt? Vagy tényleg nem volt, hogy mindig panaszkodtak. Tényleg nagyon sok hidegfront volt, nagyon sok eső volt, ez most egy sokkal csapadékosabb nyár. Igen. Két hete is nagyon elromlott az idő hétvégén, pont hétvégén, szóval, hogy... Mondjuk, ahogy Szabira mentünk, tényleg most, hogy mondod, milyen? Hát szombaton mi úgy mentünk Horvátország felé szakadó eső végig. Hát amikor Szabira mentünk, szombat-vasárnap két napon keresztül, én a vasárnapot már nem tudom, mert szombaton mi elmentünk, két napon keresztül beborulték, szakadó eső, 16 fok. Hát, emlékeztek? Igen, hát, jó, mondjuk nagyon ez jogos. Volt. Mondjuk ez az jogos. Nagyon durva volt. Mondjuk ez jogos. Hétfő jött meg aztán a jó idő. Na de ezért látjátok, csak elmennek az emberek Horvátországba. Ezért gondolom azt, hogy nem befelé, inkább kifelé kéne lázárni a határokat, ahhoz sokkal jobban jár az ország. El tudjuk menni. Jaj, de hát egy nagyon fontos dolog van, hogy megkaptad-e, amit Janival közösen küldtünk neked. Meg, nagyon örültem, és nagyon drágára hagytuk is. Látom, hogy sokat törődtetek vele. Rohadékolni fogsz. De mi, nem ért oda a csomag? Nem. Nem? Jó szállodát írtunk akkor rá? Jó szállodát írtatok rá? Még rossz szállodába mentünk először, aztán átmentünk egy másikba. Lehet, hogy ti a régibe küldtétek akkor? Ez lehet a baj. Simán nem. Ez lehet a baj. Szerintem utána fogják küldeni. Nagyon szép volt. Örülni fogok neki? Szerintem igen. Akkor várok. Akkor most újra elkezdtem várakozni. Mennyi idő alatt van magyar? Születésnapod volt múlt héten, és mi azzal búcsúztunk, hogy hát akkor hétfőn hívunk majd. Hogy jön a csomag. Nem akartunk a hívással zavarni. Azok ugye elmaradtak. Vártam egy kicsit, de úgy egy kósza SMS-e esetben nagyon. Nem jöttek át. Ja, basszus, te lejöttél a Viberről. Viber, te! Viber, Skipe! Nem is kipézel, és Viber ezzel? A Messengeren fennmaradt. Lejöttem a Havokon, lejöttem a Viberről. Ja, akkor Viberen üzentetek. Persze, meg a csomag is. Hát ne érted, hát nem is tudom, mennyi talán egy másfél kilo szilveléket várt diktált magába a Feri, hogy kijöjjön be. De ki jött? De gyönyörű lett. Hú, de nagyon szép. Hát ez van. Valakinek eszébe jutsz majd. Egy kósza SMS-e se számíthat tőletek. De nem akartunk SMS-e zavarni hívással. Ti csak a határig fizetitek onnan, én fizetem a bejövőt. Tényleg? Persze. Igen? Ó, basszus. Nekek nincs egy külföldi SMS. Hát ha ezt tudjuk, akkor hatot küldünk. Na nézzük, mi volt a játékban. Azt mondja, hogy sajnos kimondtam. Azt írja. Anna, mutassuk meg a hanganyagot, jó?
Hogy hol sikerült ezt kimondani? Hallgassuk csak. A terv az az. Igen. Hogy először is, hogy ott van. Én nem hallottam. De csúnya, igen. Én sem. Nem, ugye, hogy nem mondta ki. Hol? Hol? Mutat, hol? Hol? Ki? Hol van? Hol van? Muti? Aha. A terv az az. Igen. Hogy először is. Érdekes, egyet hogy nem hallom. Hogy te mi ebbe tiltott? Szerintem ebbe? De mi mondott ki? Hogy előtted? A terv az az. Igen. Hogy először is, hogy... Hogy előtted? Hát, hogy először is. Hát de már előtte is kimondta. Ő. Még egyszer mutasd meg. Hallgass. Hallgass, mi jó? Aha. Ugye? Ez nem rossz. Ez. Na, aha, és hozzá. Igen. Jó, figyeljetek, úgy szeretem, jó, ezt szeretem van, ezt a na. Jó, na jó, akkor kaptok egy ajándékcsomagot. Ennyire nem tudtok veszíteni. Ha már mindenbe beleköttök. Hogy majd tényleg a kálkán is csomót kell keresni. Ennyire átlátszom, bevágatjátok Annával ezt jó. A szánalmas igent. Tényleg egy igen nem fér bele Szabi után. Hát viszont az ember persze azt, hogy igen jó volt, igen jól éreztem, igen kipihentünk, hogy egy igen se fér bele. Hát. Szerintetek így hogy van kedvünk dolgozni, ha ilyenek vagytok, ennyire igazságtalanok már korán reggel az első napunkon, hogy bejövünk minden, hogy csináljunk nektek egy jó műsort, hogy jól érezzétek magatokat, hogy lazuljatok egy kicsit, hogy legyen kedvetek az egész héthez, és ezt kapjuk cserébe? Ezt az igazságtalanságot? És ezt is egy lefagyott gépet is ráadásul. Na jó, hát akkor megadjuk igen. A pontot. Jó, véleményes. Maradjunk ennyiben. Jó, igen. Szóval azért tartsuk fenn a tévedésjogát, rosszul is lehet ezt hallani, el is érthettétek. Tehát, hogy azért de most jó van, na. Akkor most egy picit, akkor felétek lejt a pálya. Ennyi. Jár ez az egy pont most. Basszus. Ugye a jobb fejek voltak, mikor elmentünk Szabira? Hát sokkal. Még úgy is, hogy nagyon csúnyán kikaptak, emlékezz. Valahogy még úgy is aranyosabbak voltak. És sokkal jobbra emlékszem. Nem ez a világ, amiben visszajöttünk. Nem. Mindegy, ez van. Profik vagyunk, csináljuk. Nektek is lefagyott az SMS falatok? Nem. 7 óra 3-kor van az utolsó? Nekem hét. Engem már nem is érdekelnek az SMS-ek. Ezek után. Úgyhogy csak azt írják, hogy igen. Meg se tudom nyitni ráadásul. A technika nem akar téged ma. Nem szeret. Ma engem ez nagyon nem szeret. Mi az utolsó SMS? Hétor, jó vagy, Bali, szeretlek nyilván az, de hogy ez most hogy jön ide? Várjál azt, hogy egy tök jó vagy, Bali, nagyon hiányoztál, örülök, hogy itt vagy, persze a fiúk is. Hajrá! Ez... Hajrá, Fradi, küldjetek vissza hárommal az albánokat. Na, ez nem jött össze. Az, én nem szeret, láttam, hallod. De állítólag. De láttátok. Megnézted? Nem. Magyar futballt? Hát csak akkor, ha EB van, én akkor nézek. Én klubfocit nem nézek. Idegenben lőtt góllal, gyakorlatilag egy gól nélkül döntetlenség lett volna ahhoz, hogy a Fradi tovább jusson. Erre mi lett a vége? 0-3. Egy gólt rúgtak itt, plusz egy öngól, és utána pedig három büntetőt megfogtak 11-es párbajban, illetve megfogott az albán kapus. Aztán viszontlátásra. Még azt is ez elintézték. Az albán csapat, nagyon. Tehát így világszerte rettegik a... tehát világszerte rettegik a Tirana nevet. Fú, nagyon kellemetlen volt. De akkor most kiestünk? Hát, picit. Honnan? Picit. Ez a BL. Mi ott voltunk? Igen. Még nem. Ja? Nem? Még hát főtáblán még nem voltunk nyilván. Tehát úgy estünk, hogy nem is voltunk ott? Nem. Ez csak a nem, de az esélyünk meg volt rá, mert hogy nem volt a következő körben ugye a Salzburggal találkoztunk volna, vagy találkozott volna a Fradi, mondjuk így. Tehát ez már nem fog összejönni. Az albánok fognak velük találkozni. Hát akkor van. Egy-egy kint, mondom, itthon a 0-0 is elég lett volna. Akkor abból lett szintén egy-egy, mind a két gólt mi rúgtuk. Egyet magunknak, egyet igen, oda. Igen, aztán aha. Pedig jött 11-es párbaj. Háromat fogott meg a kapus. Egyet ők mellé rúgtak, még ezt is megtették ezt a szívességet. Egy ilyet. Hát és még így sem, így sem jutottunk tovább. Ez egy ilyen kutyaütő csapat pedig, ez ahogy hallom. Hogy hívják? Hát a magyar hazai viszonyokat nézve az NBA-ben nem, mert hogy azért mindenkit el... Na, popsiztam. Na, hogy a Fradit mondod, de... Én a Tiranát mondja. Ja, Tirana. Igen, hogy beszélhetsz így róluk? Hát. Ők a nemzeti hősök most akkor. Na, figyeljetek! Figyelünk. Várjatok. Nem megy neked ez a technológia. Ez a technológia nem. Nagyobb baj. Arra kellett elutazni, nem? Arra kellett elutaznom, biztos ti is hallottatok róla, és arra kellett megjönni, egy Pokémon őrület van Magyarországon. És én letöltöttem ezt a Pokémont. De ez egy régi játék. Ez nem? Egy régi játék, de most ezt felújították. Aha. És csak elmondom, hogy a stúdióban is ül egy Charmander. Hol? A mi? A válladon üsd. Elmondom, hogy egyébként ott ül.
ott ül egy Charmander. Valaki mondja már, mit kell ezzel csinálni, és akkor én is elkezdek pokémonozni. Nem, mondja el valaki, hogy mi az a Charmander. Hát egy Charmander, látok most a monitoromon. Két héttel ezelőtt kérdezed, akkor azt mondtam, hogy venni. Minél több Nintendo részvény. Nintendo részvényt akarok sokat. Már most már nem, mert már esik, de hogy még két héttel ezelőtt kellett volna. Szóval elmondom nektek, hogy a telefonomon egy Charmander ül, mármint hogy itt az, az analóg, vagy ezen a matávon, vagy a telekom, vagy vonalas, vagy matávon, vagy a pannogéjes. Pannogéjesemem, vagy a veszelemem. Ezt a Pokémont a matávon. De valaki telefonáljon be, mert az SMS felünk nem működik, de az 555-5500, és okosítson ki bennünket, három öreg, kivénhet régi, analóg embert, hogy mit kell csinálni ezzel a Charmanderrel. Ugyanis elkezdtem pokémonozni. Én letöltöttem. De most a telefonodon keresztül te mit látsz? Tehát én a telefonom keresztül élő képet látok a stúdióban, és elindulok pokémon vadászatra. A pokémon vadászat pedig, ahogy én olvastam, mert nem játszottam, arról szól, hogy emberek zombivá változva sétálnak ki közutakra, lépnek villamos alá, New Yorkba, mennek parkokba. De és nem ez volt a kezdeményezések a lényege. Hogy hatam a gyógyszabá, meghaltak, meg pokémonoztak konkrétan a világban. Élőkép alapján te el tudsz ejteni kicsi szörnyeket. Az van? Ott van? Ott van! Az ott nem van. Az, az egy boxkesztyű, és az a falon is lóg. Ez mondom élőkép. Tehát azt látod, ami a pedig úgy nézett ki, mint egy cheerlander. Vagy és akkor ott van egy ilyen pokilab, és abba, kell abba kell belerakni. Ebbe kell belerakni, és én körözök a stúdióban, ti nem látjátok, mert pont most vettem észre, egy lánguló farkú Charmander ül a gépem. Mit csináljak ezzel a Charmanderrel? Vagy cheerlanderrel, vagy Charmanderrel? Nyújj mögé, nyújj a telefon. Ott ül a Charmander. Próbáld meg, nyújj. Ütögessem a labdát. És harabdál. Nyúlj át a telefon mögé. Ja. Hoppá. Lángol a farka a Charmandernek. 555-5500. Anna, vedd fel a telefon. Mondjál valaki, mit kell. Csokiájsz. Lángol a farka. Ő csokiájsz. Mondjál valaki, hogy kell megölni ezt a Charmandert. Figyeljetek, én mert már, én ma egész nap pokémonozom, azt én már látom. Én már megpróbáltam kihúzni a lányomból, mert ő is azért rajta van ezen a szeren. De annyira lerázó, annyira megalázó módon. Lepatítod? Lepatítod, érted? Fater, adjál már. Én nem akarok ilyen ciki öreg lenni, aki nem tudja. A fosszília nem, nem akarsz, te már az vagy. Mivel játszanak a fiatalok? Igen. Mondja meg valaki. Nyúlj a telefon mögé, és kézzel kapd el. Próbáld meg. Ja. Ott van a kezem. A kis Charmander. Elmondom itt, Charmander, CP, sok-sok kérdőjel. Igen. És ugrál nekem egy ilyen piros labda, amit nyomkodok, de ez a Charmander, ez harabdál. Én megmondom, hogy egy jó pár évvel ezelőtt, ez nálunk, ez a Nintendo, illetve nem Nintendo, hanem Pokémon őrület, ez megvolt. A gyerek mindent megvetett velünk, ami létezett, mindenféle plüssöket, videójátékokat, meg könyveket, mindent tudtunk róluk. Tehát, hogy ezek a mindenféle ilyen izék, ilyen golbatok, zubatok, meg... Jó, ne terej, hogy kell megölni? Hogy kell megölni? Még te is ismered. Squirt, igen, imádom. Hogy kell megölni, értem, hogy régen ismertem. Mit kell csinálni? Nem, te még régi játékokhoz szocializálódtál. Meg akarom ölni ezt a rohadt kis Charmandert. Nem. Charmandert be kell gyűjteni. De hogy gyűjtsem? Mi, kell mire nyomja? Ő a te barátod. Nem tudom, mert virág nem akart elmondani. De miért barátját? Lángol a farka. Lángol a farka és harabdál. Lángoló farkú izé a barátod. Hát nekem ne harabdáljon egy ilyen lángoló farkú itt a monitoromon, és elfordítom, eltűnik. És nyilak mutatják, hogy hol vagyok, illetve le tudom magam rakni egy virtuális térbe, egy erdőbe is. Ahol erdőben megjelensz, és akkor viszont nem forog a képet, hanem erdőt lát, és ott is ott a Charmander. De ugyanaz a Charmander? Ugyanaz a Charmander, CP, sok-sok kérdőjel. Mi a CP? Miért van sok-sok kérdőjel? Hogy kell ezt begyűjtenem? Mennyit ér? Kapok érte dollárt? Eurót? Hol tudom eladni? Mi van? Nincs SMS valunk? Gyula. Aha. A Gyula. A Gyula most kell. Tehát a Gyula mit intéz? Gyula most ébredt. Anna, kapcsolj be valamit, egy gyereket tegyél be nekünk adásba akkor. Mondja, hogy hogy öljük meg a Charmandert. Gyula ebben a pillanatban Bulbasaurt üldözi a Gellért. Igen. Most tényleg ott tartunk, hogy egy gyerek fogja nekünk elmagyarázni, hogy mit kell csinálni. Hát üljünk fel erre a hullámra, Pokémon őrület van, hát akkor valaki mondja. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Sziasztok, itt vagyok. Hello, hogy hívnak? FIFA. FIFA? Hajrá! FIFA. Igen. Sisza. Hello, Sisza. Ez valami becenév, gondolom én, nem? Így van egyébként, Szilvi, hogyha úgy... Szilvi, hello, Szilvi, hello. Pokémonozol? Igen. Most jelen pillanat, és ülök a buszon, és nyomom a Pokémon. De mi a buszon is ott vannak? Hát, vannak a buszon is, igen. Tehát már fogtam egy Bulbasaurt itt az M3-as autópályán. Mit fogtál? Bulbasaurus. Bulbasaurus, aha. És a sokat ér utána, vagy az, amit kell csinálni? Hát
Hát változó, tehát most amit te is mondtál, hogy kérdőjeles a CP, az azt jelenti, hogy egy baromi erős pokémonok van. Nehéz befogni igazából, tehát nekem tegnap például 50 labdából se sikerült egy ilyet. Lassítsuk le egy kicsit, nekem villog egy piros labda a monitoromon, és ott van egy Charmander, aminek lángol a farka, és harabdálni akar. Charmander, Balázs. Charmander, jó a Charmander? Jó, Charmander, hát én most... már minden verziót elmondtam. Ki tudja ezt, hogy beszéli postanság? És akkor mit, húzogassam a labdát a Charmander fölé? Hát nem húzogass a labdát, igazából köszincs a labdát a Charmanderhez. Ahogy te mondod, egyébként Charmanderhez. De most eltűnt a Charmanderem. Tehát most nincs semmi, a Ferit látom, a Rád nem tudok lőni, a Janit látom, de nincs meg a Charmanderem. Engem be tudsz rakni? Lényeg az, hogy ugye elkezd a telefon. Igen? Elkezd a telefon rezegni, hogyha megjelenik a közeledben egy Pokémon, utána megfogod ugye a labdát ráirányítod, akár a virtuális valóságot, vagy az AR módot ki tudod kapcsolni a telefonba, hogy egyszerű beállkapni, ugye? Igen. És rápeckölöd a labdát. Így van, tehát az a zöld vagy narancssárga, illetve a piros kör a Pokémon körül azt jelzi, hogy mennyire erős Pokémon, mennyire lesz nehéz elkapni. A zöld körösebb könnyebb, a narancssárga körösebb nehezebb. Nekem zöld körös volt, rápeckoltem a labdát és begyűjtöttem. Na, meg is volt. Azt mondja, gocsa, azt mondja, 600 pont Pokémon elkapva 100-szoros szorzóval, New Pokémon 500-szoros XP-vel, totál 600 XP-n van. Tökéletes. Hát akkor most irigyellek. Mi az a 600 XP? Az a most mit érek? Gazdag vagy? Hát ez azt jelenti, hogy így az XP-vel tudsz fejlődni tulajdonképpen, tehát az a feltett szinteket lépni. Az XP-vel tudok fejlődni. De tud venni nagyobb labdát majd magának XP-ből? Vagy... Hát a későbbiekben majd a Pokémon stoppok, tehát a Pokéstoppok, ezek a két kis figyóka térképen azok fognak dobálni, azokat neki kell pörgetni. Aha, ja úgy. Mert azt mondjuk, hogy nagyjából értem, hogy az én 13, már most már lassan 14 éves lányom miért van ezért oda. Neki volt egy előélete is a dolognak. De hogy a hangod alapján sziszal, te azért egy picit több vagy, mint 14. Hát 24. Na, látod? És akkor nálad mi volt az, ami miatt így rákattantál ennyire erre a dologra? Hát de régen nagyon, mi unokatásommal régen nagyon tatomániáztam, amikor még a az egyik csipbe voltak a tagok, és én nagyon szerettem egyébként ezt a Pokémont. És most megláttam, most úgy voltam fejlően, hogy 24 éves fejjel, megnézem már, mi ez a hülyeség, amivel egész Amerika, meg egész Műzéla, meg mit tudom én, kikbe voltak. Ha mindenki játsza. Így van, hát mondom, letöltöm, megnézem, mi ez a bolondság, és teljesen beszippantok. Megmondom őszintén, hogy nagyon rá lehet kattanni. Igazából jó dolog, tehát most kimész a szabadba, társaságba vagy, én soha nem csináltam ilyet, de valamelyik nem például lefordítottam egy csajt a műpánál, hogy szia, te is Pokémonozol, és baromi közvetlenek az emberek ilyen téren, és nem az van, hogy bent ülsz a szobába, nem az van, hogy a négy fal között fosszak tulajdonképpen, hanem bámulod a telefonodat. Most elmondom, hogy az ülői úton két Pokémont is jelez nekem, tehát fél hétkor vagy fél nyolckor én kiugrom egy picit, mert jelzi, hogy itt van egy a buszvégállom, egy lila, egy kis lila kis rohadék, igen. Én is ránéztem a sajátomra, most én tulajdonképpen itt vagyok a DVSC-nél, és baromi sok gym van, meg baromi sok pokéstop, mondjuk Pokémon jelen pillanatban nincsen, de jelez nekem is jó párat. Hú, akkor menjünk ki pokéstop, az mit csinál, az megállít, vagy... Nem, az nem Pokémon rendőrség. A Pokéstop az olyan, hogyha közelmész hozzá, akkor ugye ki tudod forgatni. Ebből ugye dobál neked labdákat, hogyha elfogyna, innen tudod feltölteni. Dobál például Raspberry-t, ami egy olyan mána, amivel meg tudod mondjuk felíríteni a Pokémont, Megőrülök. Azért te beteg vagy rendesen. Gyerekek, én meg vagyok. Én egy hétig meg vagyok ezzel. Ez a becsavarodás, de komolyan, miért nincsenek emberi? Van neked barátod, Cisza? Van bizony. Hapsid. És mi, este együtt pokémonoztok? Vagy hogy van? Nem, ő nem. Megkeresi a kis Pokémont ott? Aha. Nem, ő nem szereti ezt a játékot, viszont tegnap nagyon tuti volt, hogy ezt hozom nyaralásból, és félreálltunk a húszféli, hogy elbírjam kapni ezt a baromi egy Pokémon, de hát nem sikerült, mert megkötöttem. Tényleg csak elmondom, hogy tele vagyok is gyémánt jelekkel most, van egy ilyen farkas háromszar humitál jobbra tőlem, oda is el tudok menni, valami nyilla jelez. Lángol a farka? Neki annak is? Nem, van egy kis lilám, nem sokat kéne mennem, oda ki tudok ugrani. Lángol a farka már meg. Ha van egy kis időm, a liláért kiugrom a hírek alatt, tehát meg vagyok, gyerekek. Nagyon jó. És térben tudom forgatni a térképet, hogy merre induljak. Tehát, ha beteg vagy, te is jó. Én elmondom, Frank, hogy valami jó kis buk szerintem tényleg. Tehát most bármit mondhat. Arra meg igazából van egy olyan véleményem, hogyha most az emberek ezt úgy megfívnek, hogy nem tudnak közlekedni. Az megmondom, hogy szerintem nem a játéknak a hibája, hanem az embereké. Tehát akkor tudjuk azt, hogy kint vagyunk a szabadtéren. Szóval egy csomó mindenkit elütöttek már, meg lelépett busz elé. Tehát vannak már balesetek abból, hogy az emberek orsz világszerte valamiért. Érted egy Vulpixért, bármit megteszem. Megy a hülye, keresi a Vulpixet, és balról elüti a troli. Ne történt Amerikában, Ausztráliában, nagyon kemény.
Igen, az a legszebb, egyébként valamelyiknek az elröhögtem szabadosan, hogy nem is tudom, hogy valamelyik döbölői csoportba kérdezett az egyik közösségi oldalon, hogy hát álljak már odébb, ez bolon, mert rám szól az ember a parkoló, vagy álljak már odébb, mert ott a Pokémon a kocsi alatt. Jézus. Olyan sallert levágnék neki, de esküszöm ezt. Holnapra tele leszek én is ilyen élményekkel, tehát, szerintem. Meghűjti az embereket egyébként néhány és ember. És barátod mit szól hozzá, de tényleg, hogy te ott ülsz mellette és nyomkodod ezt a Pokémon gyereket, vagy dobod úgy nem megy, ha, azt nem, úgy nem megy, ha ülök mellette. Megyek, sétálok, tehát... Az még rohadt idegesítő lehet, hogy ül a lakásban nézni a meccset, te meg előttel leföl. Figyelj, most is épp dolgozok. Segíts nekem, mert valamilyen sárkány ott röpdös, egy ilyen sárga alakú. Kattints rá. Én most kaptam el pont egy zubatot, tehát kattints rá közben, és köszönj fel a labdát rá. Valószínűleg egyébként, hogyha a narancssárga körös, akkor ki fog jönni a labdával, akkor újra meg lehet próbálni, de el is tud tökni. Tessék, ennyi, gyerekek, aha. Ennyi. Jó, megvagyok. Én ezzel elleszek. Én ebben látok fantáziát. El lehet jutni valameddig? Vagy ezt be lehet váltani? Vagy hát figyelj, igazából... Hopp, lelépettünk. Aha. Nem eleget Pokémon mester, úgymond. Nincs az, hogy mondjuk a vízi Pokémon harcol a tűz Pokémon, mert ez bármilyen a fejásonál dolgok. Aha, vízi Pokémon. A CP számít nekik, tehát ugye a kompasszóver. Jó, hát akkor azt felturbozzuk. Jó, köszi, hogy elmondtad. Puszi neked, ciao. Hello. Gyerekek, csak megmondom, hogy megjelent egy lila egér. Itt van benne a stúdióban. Kapd el. És egyébként a rohadt mérges, egy lila patkány, ennek nem lángol a farka, de rettenetesen agresszív. Uh-huh. Ratata így hívják, ez a neve, CP10-es egyébként, és nagyon agresszív. Az van, hogyha leteszed a telefont, akkor látod, hogy ez nem Pokémon, az tényleg feljött. Feljött a monitoromon, nagyon agresszív. Tűnik, mozgatja a farkát, és nagyon nagy fogai vannak. Olyan, mint én. Nagy a farka, és mozgatja. A hátsó műhelyből kérdezik, hogy hol van a csirmander, mert nagyon kéne egy, és akkor bejönne valaki, azt levadászni. Hol találtad, Bali? Nagyon kéne egy. Na most azt tudod, hogy viszont akkor kell egy felhasználó nevet választanod, mint a Sasa Sisi. Már választottam. Sisa? Már választottam. Tehát kell valami játékos név, és csatlakoznod kell valami csoporthoz. Úgyhogy már nem vagyok, és begyűjtöttem a kis lila rovadékot. Gocsá, kiírta nekem, hogy gocsá. Úgyhogy meg vagyok 610 XP-n ma jelen. Nagyon jó. Veszt, ez még több is, ahogy ismerlek. Jó, elmondjuk a híreket, addig megyek majd a buszvégállomásra, van egy lila. Egyébként jó. Jó pofa. Jó. Igen, tűnik. Hogyha mondjuk nem vagy egy Tápia György, egy kis nyugdíjas, aki ezt 26-szor csengetnek be aznap, és már üvölt ki, hogy semmiféle picsakú! De picsakú! Hozzám te bejössz, hogy nálam van a Pokémon, és látod a vadászt. Látja, hogy nálad a kertedben. Ugye most nekem itt van a monitorom, de ha én elindulok, akkor nekem oda hozzá közel kell és mennem. És akkor te be akarsz jönni hozzám a Pokémon? Csókolom kell érni, ott a baraszba mellett, ott van a Pikachu! Ott van a Ratata! Mi a Ratata? Egy nagy lila büdös nagy patkány, bevehetnék meg ölni. Legutoljára, hogy Ratata akkor volt, amikor a ruszki bejött, és szegény ura van, tehát barukták engem pedig. Jaj, jön az erőszak, de csúnya dolog. Megyek én még hozzád, hogy engedj be, mert ott egy Pikachu meg egy Ratata. Jó, gyerekek, csak mondom, hogy én a Ratatát is begyűjtöttem. Abból baj nem lehet. 5,5 kiló volt, 30 centi magas, tehát viszonylag nagy volt, és begyűjtöttem. Nagyon ügyes vagy. Menj ki a folyosóra, mert ahogy éreztem egyébként két megszólás között, most itt kint is volt egy jó Ratata férfi vénc. Megyek, begyűjtem. Hogy is már be tüdőre. Jó, de azt tüdőre veszem, nem baj. Egy jó Ratatát mindig szívesen tüdőre veszek, mikor bemegyek a férfi vécébe. Na jó, van, 8:02, ha nem jövök, keresetek, akkor erre volt valami csúnya nagy zöld patkány. Jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 lesz, pontosan 5 perc múlva a Hello mindenkinek. Jó reggelt, itt vagyunk. Végre visszajöttetek, így a Móni. Ennyi borzalmas reggeli műsort még életemben nem hallottam. Mint a mi az ismétléseink? Nem mondom azt, hogy nem az ismétlés választott, hanem más, igen, de hát figyelj, ne bántsuk őket, mindenki máshogy vezet. Csak egy forró műsor sem lenne jó, minden reggeli műsor egy kicsit más. Meg akkor nem becsülnétek meg minket. Így van. Tehát, hogy nincs ezzel baj, hát van, ahol egy kicsit komolyabb, van, ahol vidámabb, van, ahol vidámabb akar lenni, de mégse az. Tehát, hogy egy csomóféle műsor van egyébként. Hajdúböszörményben a 35-ös úton a Mosónál mérik a Debrecen felé haladókat, ezt Ádám küldte nekünk. Nyiradony, már 30 perce szakad az eső, és 18 fok van, írja nekünk Szabi. És hát Pokémon őrület, ugye erről beszélgettünk, hogy emberek egyébként tényleg kifordulva önmagukból gyűjtik a Pokémonokat.
Ezt már letöltöttem Törökországba, csak nem indult el, és most sikerült végre. Igen, mert most ott más gyűjtenek a kormányerők. Ott most már gyűjtenek, igen. Zárolták a pokémonokat. Majd hívjuk a Nógrádit 8 után. Hogy beszéljenek egy kicsit erről a török kamupucsról, ami volt, mert a dolog érdekes egyébként, ahogy újra a szemünk előtt zajlik a történelem, és hát Erdogan elindított valami egészen másfajta Törökországot. Az Erdogan gót. Elindult az Erdogan gó, hát. Igen, elképesztő. Szóval beszélünk majd a Nógrádival, hogy mesél nekünk egy kicsit. Hát gyerekek, az a baj nagyon addiktív. Tehát, most tényleg a hírek alatt járkáltál a folyosón, és kerested ezeket a szarokat, már bocsánat. Jött egy pidgi. Aha. Mi? Egy pidgi. Egy bagolyféle kis madár kopogtat a csőrével. Rettenetesen agresszív, nem barátságos. Mit csinálják? Elmentem vadászni ki a folyosóra, találtam egy Pokémon tréner helyet, ahol elzavartak, hogy nem vagyok még elég ügyes, úgyhogy nem lehetek tréner, takarodjak vissza, és gyűjtsek még madarakat, meg mindent, mert nem mehettem be a helyre. Mondták, hogy ide nem vagyok jó. Csak kizavar. Ha már jó vagy, akkor bemész, akkor bemegyek. És betanítasz? És akkor lehetek Pokémon tanár, így aha. Van. Egyelőre most ez a kis agresszív pitgi. Itt pitgáj, pitgú, pitgáj. És tudja, hogy kell ezeket a rohadtököket mondani. Így egyelőre van. Egyelőre nyitott ablaknak pitgéj. Igen. Végül is mi is ebben a szellemben vagyunk, pitgéj is lehet. Tök mindegy. A CP sok kérdője. Repked csapdos a szárnyával. Mi ez a CP meg ez a kérdője? Ez gondolom, ez mutatja az erejét. Hogy milyen erős. Begyűjtésért kiállt, nem? Ha, tényleg nem vagy még talán. Ugye? Begyűjtésért kiállt. Ő begyűjtésért kiállt. A női WC-ben is van egy nagyon erős pitgi. Bulbaszal. Egy nagyon erős pitgi van a női WC-ben. Egy 50-es milf pitgi van a WC-ben. Én begyűjteni. Láttam, szerintem begyűjthető. Haverom, a munkahelyen a gyártó sorok között vadászik Pokémonra. Az nagyon nem jó. Nem Pokémon sorokkal lenni, hanem munkanélküli. Okos, meg beleesik a gépekbe, azt akkor jó napot kívánok, majd kész a baj. Ez a baj ezzel. Látod, meg ez megint a kapcsolatok fognak majd laposodni. Balázs, a lány csak a töredékét mondta el a Pokémon Go-ról. A térképe látod a Pokémon, be tudod úgy is fogni, hogy nem mész el közelébe, csak ki kell kapcsolni arra felé az AR funkciót. Ha tudom, akkor berak egy ilyen virtuális térbe, kiveszi a kameraképedet. Szóval, amíg tanulod, ratata CT10, az nagyon, CP10, az nagyon gyenge. De számít a számadó értéke, a súlya és a magassága, valamint a mérete. Van már Pokémon taxi, ami pénzért viszi az embereket Pokémont vadászni. Mert ő tudja, aha, hogy hol vannak a Pokémonok. Hát valószínűleg... Ja, csak mentek a városba, 1500 ér, aha, nagyon okos. Hát vagy a Pokémon taxi, igen, ő már tudja, hogy hol van Pokémon, és oda visz. És oda visz. Ő is látja a monitoron. Vagy a telefonján. Na, ő az igazán okos ebben. Szerintem nagyon menő, hogy van már Pokémon taxi. Szerintem az óriási. Hova megyünk? Nem, ott van egy postaládba. Hát kell menni, írjen kérdés, mert van két Pokémon. Piros. Nem érdekel. Gáz neki. Atya úristen. Azért a Pokémon Go amúgy nem tudnánk figyelni. Kamera, GPS, kérdezi valaki. De az egész nyilván a szabadkőművesek műve, és az, hogy Soros György áll a háttérben, és ő indította el a Pokémont, és megfigyelnek bennünket, lekérik a bankkártya adatainkat, és látják, hogy hova megyünk. Basszus, folyamatos kameraképet adsz a világba, érted? Hát igaza van az SMS írójának. Az egész, egy szabadkőműves párhogyból indult. Mindenki az Illuminátusok vannak a háttérben, igen. És a Bilderberg csoport. És nem ő teszi föl a Pokémont, amit meg akar figyelni. Vagy be akar csalni a Soros, házába. Érted? A Soros fölteszi a Pokémont, te meg már oda irányítod a kamerára. Nem lepődnék meg, ha kiderülne, hogy a Soros van a Pokémon mögött. Én nem lepődnék meg. Hát annyi minden mögött már ő van állítólag. A felesze tudja, igen. És akkor gyakorlatilag mindenhol ott lehet őket találni. Erdők, mezők, völgyek, a metró, a villamos, a parlament. Mi is, ha leraknak egy... Kövér, vona, kósa, gólbat, zuba, mindenki ott. Ugye, ha leraknak egy Pokémon, mint a metrós sírre, akkor nekem le kell mennem a metrós sírre? Nem. Ő ezt azt érzékel és nem teszi? Vagy ne nem teszi le? Nem, szerintem ő bárhova leteszi. Ő leteszi a kombinó elé? Majd neked el kell dönteni, hogy mész-e érte, vagy se. Belefér, vagy nem? Jó, holnap nem jövök, akkor elütött Csepelen egy ifa. Jó, miközben próbáltam egy CP3000-es begyűjteni. És kezded, hogy a Perol öreg menni. Ne, ne! És azt hiszed, hogy téged akarnak megmenteni. Ne, ne, az az egyik! És közben ugrik utána. Gyerekek, egyébként valahol szóval, hogy... Szóval megdöbbentő ez az irány, amerre megyünk, nem? Beteg. A virtuális tér kiszélesedése és a virtuális térben való elmerülés, minden, ami kiránt a valóságból és elmeri téged, egy teljesen beteg álvalóságban. Ez a Pokémon Go, nem? És baromi addiktív. Tehát tényleg beszippad. Láttam fotókat, figyelj, New Yorkban, a Central Parkban emberek a telefonnal a kezükben kóvályognak, mint a zombik, és mennek egy helyre, mert mindenki látja, hogy ott van egy Pokémon.
És mindenki ugyanazt látja. És mindenki ugyanazt látja, és mennek oda. És azt látod, hogy kóvályognak. És akkor összeverekszel, hogy te elvitted a Pokémonomat, pedig én hamarabb vettem észre, csak én kövér vagyok, nem tudtam olyan gyorsan. Nem tud, igen, lassan, mert igen, meg ellopták a rolleremet, ezért később értem a 26. és a 43. utca sarkára. És két amerikai összeverekszik. Amennyire szórakoztató, annyira termesztő, nem? Hát, egész, hogy mennyire eleve beszippant a telefonod. Azért mert nem feltétlenül értek ezzel a dologgal egyet, mert ugyanilyen addikciót okozhat idézőjelben, vagy okozhatott annak idején bármilyen videójáték, bármilyen társasjáték, bármilyen könyv, tehát hogy nem. De most azért a monopolizás az más. Sose kaptam rá ennyire a kapitalira. Akár a telefonra, tehát szerintem rettenetesen addiktív. De azért addiktív, mert ugye a technológia benne van, és marha jól néz ki az, hogy te egyébként látod a telefonod mögött lévő világot, bár semmit nem érzékelsz belőle, mert a rohadt Pokémonokat nézed, de más volt az, hogy leültök négyen, és monopolisztok, vagy bármilyen más. De bármilyen más videójáték is, ami ilyen egyszemélyes volt, amikor még nem voltak arra a lehetőség, vagy nem volt arra a lehetőség, hogy mondjuk online játszál egy csomó emberrel egyszerre, hanem otthon toltad a kis konzoloddal. De az nem ugyanilyen beteg volt, ez most azért lesz sokkal népszerűbb, mert olyan technológiát tett mögé, amit eddig nem ismertünk, hogy megvan a valóság, és benne jönnek a virtuális dolgok. Figyelj, most nézzük a jó oldalát a dolognak, hogyha leszámítjuk azt, hogy azért vannak olyan őrültek, mert akik mondjuk balesetet szenvednek, azért nem figyelnek oda, hogy épp hol mászkálnak, meg felmásznak egy hegyre, mert a barlangban ott van egy Pokémon, ott várja őket. Igen. Iszonyatosan beteg. És fölmennek egy üres barlangba, hogy begyűjtsék, aztán lefelé mentünk, megcsúsznak, és halálra zúzzák magukat. Tehát, hogy nyilván vannak ilyen szélsőség, de legalább kint vannak. Ne, de jó, és nem, ne, ez, nem, ez nem a szobában négy fal között. Ez álságos, nehogy már. Hogy legalább legalább jó levegő van. Így fogsz menni az üllőin, fogod vadászni a izéket, úgyhogy semmit nem látsz a világból, mert a rohadt telefonod képernyőjét nézed. Erre nem mondjuk már. A négy fal között legalább sétálnak. De ne legyen a gyerek nincs a négy fal között. Ne legyen a négy fal között. De azt mondom, hogy akkor a két videójáték között, vagy a két játék között legalább azért választanám én mondjuk a Pokégót, mert hogy legalább menni legalább kell. Vagy. Ha nekem van egy üzletem, mozogsz. Akkor tudok szólni a Pokémonosoknak, hogy rakjanak oda elé egy rohadt drága pokit, és jöjjenek és oda. Mindenki. És leírom, hogy leárazás, lebbencs, leves, nem tudom, 600 rohadt. Ő nem látja. Érted? Ő nem fogja ezt elolvasni. Nem néz föl. Meg, vagy kávé 600-et, 300 és egy rohadt nagy sárga Pokémon van az üzletem előtt. Le tudom rakatni? Le tudod rakatni, csak hogy begyűjti a Pokémont, és onnantól és kezdve nem érdekli. Tesó, legalább egy kávét így a leárazás. 300! Nem tudok, ott már van egy pixi point. Ott már menni kell tovább. Szóval ki dönt arról, hogy hova teszik a Pokémon? Mint hogy Hound nem tud arról dönteni, hogy leárazás van, és ő lerakat magának, de nyilván nem tud erről dönteni. Nem, ez benne a lóvé. Ez benne a lóvé. Szerintem ez a lóvé. De mit tudom én, a Zara fizet a Nintendónak, hogy tegyetek le elém minden reggel egy Pokémont, mert a hülye utána bemegy és vesz kétszer a ingyen. Illetve a cipőosztályra tegyétek le. Vagy a cipőosztályra. Tehát maga a szoftver dönt. De hát gondolom, nem tudod azt mondani, hogy nyitottál egy új éttermet, nem tudom, a Váci utcába, rakjatok már le két, nem tudom, repkedő varjút elém, mert az egyébként nagyon jó. Nem? Hogy van ez? De hülyék vagyunk ehhez. Nem értek hozzá. Na mindegy. Jó, csak mondom, hogy közben nyugodjatok meg. Igen. Bagolytalanítottam a stúdiót. Nagyon jó. Hála, a jó Istennek. Jó, begyűjtöttem. Egy gyenge kis 200-as volt, úgyhogy nem tudott nagyon sokat, de megvan. Megvan. Van egy CP12-esem, egy CP24-esem és egy CP10-esem, egy Pidgim, egy Ratatám és egy Charmander. Ezek már az elkapottak? Ezek már az elkapottak. Mm-hmm. Jó, vár, nem állsz rosszul. Mondom, nincs, ahhoz mit képest, lehet ezzel igen, fél órája kezdted, és mondjátok már... meg, hol lehet beváltani euróra, jó? Engem azt írjátok meg, hova, melyik ablakhoz kell mennem, hogy kapjak érte egy kis... Ó, megnéztem egyébként Pidgit. Pidgi, igen? Mit mondtál? Pidgi. Mondja, hogy... Pidgi. Pidgi? 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 Neki Pidgi. Az eredeti abban neve nekem sokkal jobban tetszik, mert az Popó. Popó? Az jó, az nekem úgy sincs. Az gyűjtsél már be egyet. Egy jó popót szívesen. Egy jó latin popót én is begyűjtök. Nem tudod. Igen, egy jó latin popsi. Na játszunk egyet, itt van már is egy hallgatónk. Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol. Azt írják, hogy srácok, ha gondoljátok, én leteszek a stúdió elé szép nagy Pokémon, tehát le is tudsz tenni. Hát, amit ő letenne, félek, hogy ezt te nem tudod telefonon keresztül begyűjteni. Igen, csak a főkárm szérdét tudja begyűjteni egy rohadni söpőautóval. Igen.
Feri, veled vagyok, ez nem normális. Jöhet a meteor. Most olvastam, hogy egy 15 éves kisfiú leszúrta az öccsét, mert azt hitte letörölte a Pokémonját. A műsorotok nagyon jó, csak így tovább írja Attila. Spirorral is rákerestem egyébként, Kossuth Díjas magyar író, költő, irodalom történet. Már senkit nem érdekel az ilyesmi. Igen. Ja, egyelőre nyom, egyelőre nincsen kis stúdióban, csak mondom, nyugodjatok meg, minden rendben. Nálunk nincsen semmi. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Ági, hello Ági! Igen, Ági, igen. Nem, Ági, kell. Nem örülsz ennek? Hát, komoly sóhaj volt ez. Akarsz más nevet? Nem, már vártam, hogy mikor jelentkezhetek be. Ja, azt hittem, hogy... Azt hittem, világéletemben Tamara szerettem volna lenni ez a számban. Szólítsatok Tamarát, kérlek, kérlek. Honnan hívtál minket, Ági? Békés Csabáról. Hát puszi az otthoniaknak. A vastag kolbász őshazája. Igen, pokémonozol? Hát még nem, még nem, még nem. Most meghoztátok a kedvemet hozzá. Ne, tehát maradj távol az ördögtől. Egyébként szörnyen rá lehet kattani. Úgyhogy csak óvatosan. Otthon vagy, dolgozol? Mit csinálsz? Jelenleg itthon vagyok egy 10-7-es kislánya. Ó, hát akkor neked nincs időd. Nincs időd pokémonozni. És hogy hívják a gyermeket? Anna. Te szép neve van. Annának hívják a gyermeket. Milyen szép neve van. Első? Igen, első. És? Végig aludsz már az éjszakát? Eszik, beszél, hát, olvas? Nem akarnak elkeseríteni, de mi egész jól alszunk éjszaka, úgyhogy... Tényleg? Persze, mert a gyereket átviszik a nagymamához, és akkor ők jól alszanak. Nagyon jó zár a pincé. Lehet ezt így folytatni, de aztán lehet, nem könnyű feladványt kap az ember? Nagyon nehezen. Persze, mondogathatod ezeket, csak aztán nehogy valamilyen ógörög... Lehet örülni a kis jövővénynek, de akkor a szefemes ajándékcsomagot nem fogsz. Arámi nyelven legyen valami feladvány visszafelé. Rángathatod a tigris bajszát. Na, mi legyen? Hát, akkor legyen egy állat. Állat? Igen. Hát, ez nagyon könnyű. Szólj már Dórának, hogy jöjjön vissza, és mondjon már nehezebbeket. Nagyon könnyű. Én szerintem ez a játék átmen nagyon nem könnyű. Nem, ő azóta már felnőtt. Most. Az is igaz, hogy férhez ment, két gyereke van, és már el akarja felejteni. És Új-Zélandon élnek, és pirkákat tenyésztenek. Igen. Na jó, állat, oké, hát figyelj, nagyon könnyű lesz, elindítjuk az órát, fél percet van. Jó, figyelj. Politna. Ó, hát ez nagyon könnyű. Mutatom még egyszer. Politna. Antilop. Ennyi. Na, hát mondom én, hogy könnyű. Nehezítenünk kell. De rád szóltak, hogy túl sok a teljes ajándékcsomag, mi? Túl sok az ajándék, a promóció kevésbé örül. Bár ki kell szólni a maradékot még, ami van novemberig. Oké, figyelj, megvan az ajándékcsomag. Hát nagyon szépen köszönöm, mert nagyon vártam. Nagyon vártam. Mit csinál most a kis Anna? Alszik. 8 órakor. Igazából a ti hangotokat szerintem jobban ismeri, mint a saját apjáit, mert amíg pocakban volt is, folyamatosan titeket hallgattunk, úgyhogy... Ez nem tudom, hogy nekünk volt a dicséret, vagy az apjának beszólás, de nekem tetszett. Tehát, hogy ha papa hallgatja, akkor ő is szedje össze magát. Igen. Köszi a játékot! Én köszönöm. Puszi. Ciao, hello. Chuck Norris már begyűjtötte az összes Pokémont vezetékes telefonnal. És nézd meg a Chuck Norris milyen, hogy azonnal jön rá valami őrület. A felségem azt mondta, lemerjük tölteni a gyereknek a Pokémongot, az összes telefont össze fogja törni. Ilyen gyerek kezébe ezt, amíg lehet, nem szabad adni. Egy idő után már úgyis elveszi a telefonot. Egy idő után úgy tudod megakadályozni egyszerűen csak. Igen. Na, gyorsan nézzünk egy-két közlekedésírt. M53-as kilométernél van egy trafink. Vigyázzon mindenki, aztán Balázs a 23. utca nem keresztezi a 46. utcát, hülyeséget ne beszélj. Hallgass másfülel a műsorra. Igen, picit próbáld meg elengedni ezeket a dolgokat, jó? Egy picit máshogy kereszt a műsort hallgatni, vagy pedig a Kossuthot tudom még neked, vagy a Dankó rádiót tanácsolni. Nagyon jó reggeli műsor megy ott is. Baleset az Árpád hídon Buda felé, ezt Pacsa írta, és a 49-es főúton Győrtelek ökörító Fülöpös között. Onnan se jött még közlekedési hírsor. Nem, de köszönjük szépen, hogy ti is bekapcsolódtatok. Jól a végre összekötött két kábelt, amit eddig még nem. Igen, blankolti vezetéket összeforrasztott, és most már ott is van. Mindkettő az árokban van, jaj, reméljük nem komoly, Zoli küldte nekünk. Na, ha van még közlekedési híretek, küldjetek, mi pedig felhívjuk Nógrádi Gyuri bácsit. Nem akarunk nagyon komolykodni, hiszen Szabiról jöttünk vissza, de hát mégis történtek itt a nagyvilágban azért olyan eseménysorozatok, aminek jó utána járni. Mondjál nekünk ezt a török kamupuccsot, hogy mit csinál most Erdogan, egyébként baromi egyértelmű, hogy mit csinál nyilván, de hogy mi a vélemény erről, hogy lehet egy ilyen bénán sikerült puccsot így elkövetni, tudta, nem tudta, benne volt, nem volt benne egyetem. Mi történik most Törökországban? Ez izgalmas dolog, igen, nem? Igen, mert ha puccsolni akarsz valahol, akkor azért szerintem egy picit
hogy az úgy hosszabb idő. Nem? Tehát ha elindítasz egyet este, és annak reggelre vége, akkor egy kicsit így föltyúlás. Ugye? Hogy úgy fölsikolt az, hogy gyerekek, ez puccs akart lenni, vagy akkor ez most nem az akart lenni, csak egy picit eljátszottuk, hogy az akarjon lenni, tehát hogy hol van ez? Hogy van a történet? Sok elmélet van már erről a történetről. 8 óra alatt megállítasz egy ilyet. Török rendvédelmi szervek fantasztikusan állnak a helyzet magaslatán, mert hogy gyakorlatilag egy nap alatt leverték ezt a pucsot. Ellen fura az egész. Nagyon na, fura, igen. Megbeszéljük. Te meg addig menjél fel Google Earth-re, és menj végig létre, és 23. utcán te most ma. Ennyit nem tudsz, hogy keresztezi ilyen. 46. utcán. Istenem, ja Istenem. 4 perc van 8 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja, akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Kivettek a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Hello mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk. Egy jó kis Hancunáj után. Hancunáj, Hancunáj. Haj, de jó kis Hancunáj volt ez. Ez a sompolos verzió egyébként, ez jó. Ez a kis sia-sia. Igen, ez a jó, akkor milyen lehet a sompol? A sompol nélküli? Kategóriákkal rosszabb, azt kell, hogy mondjam. Én bírom ezt a dalt, benne van a hiba? Nem, kicsit nem, igen, nem, a lányos bírja. Egy jó Hancunáj. Ja, egy jó Hancunáj, ez gyűlölény egyébként mindig mondja. Apa, ez nem vicces. Jó. Utálja, hogy ha direkt rosszul mondok valamit. De mondom neki, hogy nem direkt. Ennyi, hogy ez tényleg így, tudod, így tudom. Hát most ez van. Nem tudsz mit csinálni, igen. Na, azt mondja, hogy... Hova? Nagyon háromjós lett György Herceg, látjuk így a tévén. Elég furán néz ki, hogy lenőtt a haja. Igen, és valaki nyilatkozik György Hercegről is. Körösegyi Bölgyhíd környéken ömlik az eső, látótávolság 50-100 méteres. Ennek nem örülünk. Ennek nem, de most nem azt mondták, hogy egész héten meleg nem lesz, vagy most mi van? Nem, azt mondták, hogy meleg lesz és eső. Igen? Mert melegnek meleg lesz, mert tényleg ilyen 33-34 fokokat mondanak egész hétre. De ettől függetlenül lesz eső. A fene egyemány. Hancunáj lesz akkor? Nagy Hancunáj. Nem, így vagy gyerek otthon. Legalább nem kell. Az, ami nekünk majd szeptembertől lesz Hancunáj. Hancunáj, mikor újra elkezdik az iskola. És boltba se tudod leküldeni? Olyan sincsen, hogy nem szaladsz el drágán venni egy kiló kenyeret, de nem ide, hanem a 11. kerületbe. Ne, hát egy Charmandert látok véletlenül a Tatabánya téren, akkor arra elmegyek. Közében menjen az anyja. Elmetes Nagykanizsér irányában a 140-esnél BMW darabokban mindenki vigyázzon. Szöci önkormányzatnál torlódás van, lehet, hogy ékezet nélkül kell, és akkor szoci, úgy akkor lehet, hogy jobb egy kis torlódás van, mindenki vigyázzon. Kese küldte nekünk M7-esen a 133-as, 134-es kilométernél mindkét irányban mérnek. Azt mondja, hogy mikor jön rá az MTV, hogyha nem engedi nyilatkozni az F1 kommentátor, az a nem titeket, hanem a szurkolókat szivatja. Hú, hát ez az egész ország, így egy hallgató. Jó a kérdés, ezt mi többször feltettük nekik. Igen, hát... Hát ott van ott baj, gyerek, van ott baj. Ők kommentátori irigyek. Kommentátori irigyek. Hívják kommentátori irigységnek. Hát ott minden olyan fura. Hogy nekik van ilyenjük, nekünk nincs, és akkor ne szólaljanak meg itt. Mert mi csúnyát mondtunk valaha is rájuk. Úgyhogy haragszanak ránk, sem nem tudjuk őket megszólaltatni. Múlt héten hétközben néztem, ugye délelőtt, az ottani hírműsorokat, és volt egy anyag, ami nagyon tetszett, az volt a címe, hogy mitől sikeres az újjá alakult Petőfi Rádió. Ez volt az anyag címe. Na, ott éreztem, hogy, na mondom, ez egy... Te legalább megtudtad a titkot? Persze. És kiderült? Aha. Legalább ők tudják. Megmagyarázták, igen. Legalább ők tudják. És még volt 3-4 ilyen anyag hasonló címek. Hát igen. Hasonlóan komolyan vető. Az nagyon, nagyon komoly az MTV híradója, igen. Azt mondja, hogy Bali nem mondott, hogy a pucs idején volt törőbe, a spanyolút is rosszul sikerült, kezem azt hinni, lúzer vagy, Betty írja nekünk. De ez most nem sikerült rosszul. Ez most nagyon jól sikerült, nem? A pucs pénteken volt, mi szombaton indultunk. Tehát, hát ez meg tök logikus, hogy egy nappal pucs után mész. Gyerekek, hát nem. Ott kell lenni, ahol a történelmet írják, diktálják, érted? Részédé kell tenned a történelmet, aha, hát mi mindig oda megyünk, ahol zajlik a történelem. Ha Törökországban zajlik a történelem, akkor oda megyünk egy kicsit. Úgyhogy ebben semmi nem lehet érezni, valaki most indul, menjen nyugodtan. Tehát Ankara, Isztambul azért egy kicsit feljebb van. Nem a török rivierán minden a lehető legnagyobb rendben van, minden másik sarkon áll csak tank, és minden harmadik sarkon lőnek. Milyen érdekesen működik az ember, hogy annyira be vagy tojva, amikor mi kint voltunk, hogy a mellettünk lévő szállodában, pont altattam a gyereket, nem a mellettünk lévő szállodában altattam, hanem a saját szállodában altattam. Azt hiszik, hogy ebbe a szállodában vagy, mert hogy ott altattad, valójában a másikban altattam. Nem, ugye benned van az egész iszlám állam, meg merénylet, meg isztambuli robbantás, és azért meg vagy ijedve. Tehát konkrétan egyszer arra
azt vettem észre, hogy álltam a gyerekkel a tengerparton, és olyan volt, mintha lövéseket hallottam volna. És én végig balra jobbra néztem, és mondom, Benni, gyere egy kicsit közel, mert fura hangokat hallok. Kiderült, hogy a stégen mellettünk egy ilyen móló, ami rávezet, bevezet a tengerbe, ott mozgott az egyik deszka, és mindig amikor ráléptek, azt hallottad, én 10 méterre álltam. Na mondom, vége gyerekek, fogta a gyereket, fuss, mondtam, de valahol ez olyan szörnyű. Egy szörnyű. Igen, a másik, egy hogy... Igen. Zajból ez lesz. Csak egy feszkő tukkantott ugram. Egy hangosabb tapsra, egy hangosabb kiabálásra azt érzed, hogy mindenki egy pillanatra összerezett. Mondok egy másikat, vannak olyan szállodák, ahol 10:30-kor van az amfiteátrum nevezetű borzadály, ahol ugye minden török szállodában mulattatják az oroszokat. Szörnyen rossz műsorokkal, retteltesen kabarészszerű, az egész nagyon durva. De van ahol szállodában úgy döntenek, hogy 10:30-kor elkezdenek tűzijátékot lőni. És én... ugye altattam a kicsit, és azt hallom, hogy ilyen brutál hangosan mellettünk lévő szállodákban. Ugye lőnek, de nem tudott hirtelen eldönteni, hogy gépfegyver, és valaki bement a szállodába, vagy tűzijáték. Mert a fényt akkor onnan nem látod a szobában. Nem látod a fényt, csak a hangot, és azt néztem, hogy a lövések közötti sebességet számoltam, hogy ez most egy gépkarabé, amiből sorozatlövéseket adnak le, vagy petárda. Hogy tudom megállapítani? Milyen zsűri jön a zaj? Mondom, ennyi nem lehet, akkor készült. Atyaisten, mondom. Úgyhogy a Viki meg a Benni kint az amfiteátrumban, mondom. Igen. Jézus, atya úristen, bejöttek. Hagyjam itt a kicsit, leszaladok ő. Mit csinálsz? És aztán rájöttem, hogy az egyik falat így kiszúrtam, elhúztam a függönyt. De fogtam egy banánt a kezembe. Hogy csak az árnyékot a társát. Csak az árnyékot a társát. Mert viszontzom a tüzet. Persze. És észrevettem, hogy ilyen fényvillanások vannak. És aztán levetted egy állólábának a tetejét, a válladra tetted, és úgy nézett ki, mintha egy bazok lett volna. Mint egy páncéltörő rakétával álltál volna. Mert összetoljod magad, és aztán rájöttem, hogy láttam ezeket a fényvillanásokat, csak megnéztem, hogy jó tűzijáték. Tehát ez egészben van azért egy ilyen nagyon fura. Rögünk, de hát ez szörnyű. Közben nagyon nyomorult a helyzet, hogy így mész valahova, de szerintem a Spanyolországban alasz egy tűzijátékot, ha Görögországban fölülnek két tűzijátékot, összerándulsz. Tehát oda jutottunk, hogy tulajdonképpen összerezzel. Minden kétszer megnézel, mindenbe beleképzelsz dolgokat most már, ahogy mi is kint voltunk a Horvátországban, jött egy hölgy burkában, ugye ez a hagyományos viseletük, és akkor mindenki láttam, hogy körbenéz, hogy jönnek-e férfiak, lehet-e alatta valami, érted? És mindenki ezen gondolkozik. És ez nem mondta neki, hogy ne vegyem el, hogy uburukát tennék nálatok, azt megeszik? Igen. Na, inkább megeszik az uburukát. Ezt a Balázs mondta, csak hogyha ezen valaki ugye megsérte. Egy ilyen poént se lehet, mert ez egy burka, uburka. Hát nem áll, hát ilyen világban nem akarok rádiózni, ahol ezt ma megírják, majd nem tudom, hogy a Balázsékban visszatértek, és egyből beszorra, mert burka, uburka. Hát azért ezt lehet sem már elmondani. Igen. Nem, hát azért most nincsen semmi. Meghoztak. Nem akarok egy ilyen világban rádiózni, mert ki van uburka. Hoztak egy kiló narancsot burkába. Aztán meghámoztuk. Feri mondta, hogy mi uburkát nem kértünk. Na, szóval nem jó a helyzet, gyerekek. Nem jó a helyzet. De hát ez van. Szóval ezzel együtt kell élni. A terror lényege tulajdonképpen ez, hogy viszonylag kis számú áldozattal, ugye, és akkor most váltsunk komolyra, ugye elérjék azt, hogy te félsz. Ugye miről szól a terror? Tulajdonképpen erről. A második világháború meghalt nem tudom hány millió ember. A terror lényege az, hogy tulajdonképpen viszonylagosan kis számú civil áldozattal, és a kis számos abszolút idézőjeles, mert ugye nagy számokról beszélünk, de az egész világot, egész Európát megfertőzöl, mondjuk 100-200-300 ember esetleges megölésével. Nem? Ugye erről szól, élünk, mit tudom én, Európában 2-300 millióan, és nagyon-nagyon kevés embert kell ahhoz sajnos megölnöd, hogy maga a terror elérje a célját, hogy összerezzen, hogy féljél, hogy ott legyen a fejedbe, hogy ne menjél el, hogy átértékeld az egészet. Ez az alapvető lényege. Mert hogy egyébként békében élsz, tehát nincs kimondva az, hogy most háború van. A háborúnak következménye az, hogy meghalnak emberek, tehát tudod, nem de szép dolog. De egy háborúban milliók, százezrek. Igen, de ott tudod. A terrornál van, amikor 50 van, amikor 100, ami nagyon sok és nagyon szörnyű, és senki ne értse félre, csak viszonylag egy nagy háborúhoz képest egyébként kicsi, de mégis megfertőz egy egész kontinenst, amit régen egy világháború tudott mondjuk megtenni. Tehát ez szörnyű. Igen, de a szörnyűség az pont ez, hogy te azt gondolod, hogy te nem lehetsz benne. Azt így gondolod, van. Hogy béke van, de nincs. És bármikor ott van a fenyegető veszély. Tehát a szörnyűsége ennek ez. Igen. Na, de visszatérve, ugye Törökország, hogy többen kérdezitek, mindenki járjon utána, a szállodák utazásirák meg lehet menni. Tehát ott lent a török rivérán azért nyugi van. Na, ha igen, már akkor meg, igen? Hogyha mondjuk az megtered azt a szívességet, hogy 2-3 nappal előtt elmondod, hogy hol fogtok menni, akkor annak az országnak a belbiztonsága fel tudna készülni előre. Igen. Tehát, hogy azért lehetnél hát annyira jó fej.
Szóval az Erdogan bácsi azért ezzel a kamupuccsal, nem? Kemény. Hát gyerekek. nem tudjuk, hogy ott valójában mi történt. Sose fogod megtudni azt, hogy ez kamupucs volt-e. Nem. Ugye mi beszélgetünk, és amit te mondtál, azt tűnik a legvalószínűbbnek, hogy ez már hónapokkal előtte tudták, hogy ez megtörtént. Igen. Kicsit elengedem. Én olvastam egy teóriát, ami arról szólt, ugye mi szombaton utaztunk, és péntek éjszaka történt, viszonylagosan sokat sikerült bújni az internetet, hogy menjünk, ne menjünk, hogy tudott róla, és azért sikerült ezt ilyen gyorsan megállítani, illetve azért nem lőttek civilekre, azért nem lőtték le az Erdogan gépét sem, amit azért közrefogott két F-16-os vadászgép is lelőhették volna, mert hogy ő a kellő pontban egyébként a saját embereit ugye odarakta és beépítette ebbe a pucsba. Uh-huh. Tehát ő hagyta, hogy ez megtörténjen, viszonylag gyorsan ugye egy nap alatt elfojtotta, és most elindult egy olyan tisztogatás, ahol már iskolákat zárnak be, alkalmazottakat bocsátanak el, ezreket börtönöznek be, tehát hogy tulajdonképpen tudta, hogy megtörténik, de azt mondta, legyen, irányított lesz, leverjük gyorsan. És utána maga viszont, hasznára fordította. Utána viszont ő került ki ebből a legerősebben, és megtisztogathatja úgy a közigazgatást, a hadsereget, minden, amit egyébként mindez ideig nem tudott megtenni, mert azért ő ugye kokettál az unióval, szeretné, ha mégiscsak azért úgy előbb-utóbb fölvennék, vagy itt lenne, hát ez most egyre messzebb kerülettől. És egyre közelebb az oroszokhoz. Ráadásul, ha ő mondjuk korábban lépett volna, és a színfalak mögött intézi el azt, amit így is elintézett, de a nagy nyilvánosság előtt, akkor nem profitálhatott volna belőle. Mert akkor úgy tehette volna el ezeket az embereket, ezeket a pucsistákat az útból, adott esetben, hogy gyakorlatilag senki nem tud róla. Nyilván meglettek volna bizonyítékok, amikkel levédte volna magát, mondjuk egy későbbi vizsgálattól, de akkor nincsen a nyilvánosság. Akkor nem állhatnak ki mellette az emberek, akkor nincs meg, hogy valójában ezek az emberek miért tűntek el. Igen. Hát, hogy ha utólag mondod azt, hogy volt egy ilyen pucs, amit egyébként... Igen, elfolytatok, mondhatsz bármit. Ugye? Tehát ezért kellett, hogy hagyni, hogy megtörténjen. Igen, ugye gyorsan bevezették a szükségállapotot, ami azt jelenti, hogy ugye hát az országgyűlés megkerülésével fogadhatnak el törvényeket, gyerekeket, azt csinál, amit akar. Teljhatalmat. Azt csinál, amit akar. Ami szörnyű, mert hát egy más irányba menő Törökország lesz most, mint ami eddig volt. Inkább jöttek az unió felé. Ez egyértelmű távolodás, most nem? Meg az orosz összeborulás. Nagy orosz összeborulás, igen. És hát egy újabb diktatórikus rendszer kezd kibontakozódni. Na de hát van, aki nálunk el sokkal jobban ért. Elmondja azon összefüggéseket, ami nem, hogy mi nem látunk, nem, hogy nem veszünk észre, meg sem született a gondolat a fejünkbe, hogy egyáltalán azt kimondjuk. Majd ő kimondja. Így van. Nógrádi György, jó reggel, tanár úr! Együttem vagytok, de ahhoz képest, hogy arról volt szó, hogy a migrációról beszélünk, boldogan beszélek Törökországról. Félrevezettünk. Ez a vizsga, mindig másból készítünk föl, azt mondjuk húz az egyes tételt, és aztán nem az van az egyes tételben. Most egyszer ti fogtok leosztályozni. Nem, az Törökország. Na, Törökország. Egy-két megjegyzés. Igen. Mindent megtett a török egy személyi vezetés, hogy bekerüljön az Európai Unióba. Nem tudta elérni. Kettő. Ettől kezdve, pontosan amiatt, hogy egyedül van és azt sem, amit akar, kirúgta a miniszterelnökét, Davutoglut, aki egy baromi jó könyvet írt meg, körülbelül egy hónapja jelent meg magyarul, 500 oldal, olyan elemzés a Közel-Keletnek, amilyet én még utáni szerzőtől nem láttam, az a cím, hogy Stratégiai Mérség, és egy perc alatt kiegyezett három ős ellenséggel, Egyiptommal, Izraellel, Oroszországgal. Ettől kezdve számára Európa leértékelődött, mi nem merjük kimondani, Európa. Európának két dolga van, egy, hogy tudomásul vegye, hogy Erdoganon nagyon sok minden múlik migránsügybe, kettő, hogy úgy csináljon, mintha örülne, hogy a pucsot leverték, hiszen győzött a demokrácia, a valóságban nem így néz ki, hiszen ahol mi közbeavatkoztunk, mi nyugat, hogy demokráciát exportálunk, Afganisztán, Irak, Szíria, Líbia, ott tökéletes csőd jött létre, és körülbelül három éve már a nyugat is azt mondja, hogy ha választanom kell, hogy ki jobb nekem, egy diktátor, aki kiszolgál, vagy egy demokrácia, amelyik ellenem van, a diktátort választja. Utolsó megjegyzés. Számomra a legmocskosabb a török ügybe az, hogy a török vezetés Erdogan fölkérte a külföldön és Nyugat-Európában élő törököket, hogy számoljanak le az ellenzékkel. Ennél mocskosabb trükk kevés van, és erre azt nyilatkozta pár órával ezelőtt a németországi zöldpárt vezetője Özdemir, hogy nem érhet el Erdogan keze Berlinig, és a német kormány védje meg azokat a török állampolgárokat, akik Németországban vannak, de nem Erdogan hívei. 4-től 4,5 millió török él ma Németországban. Ti jöttök. Ugye ő azt mondja, hogy a hitszónokkal van baja, mármint, hogy egy Amerikában élő hitszónok indíthatta az egészet. Reális egyébként, hogy egy közel 80 éves ember indította az egészet Amerikából? Ez egy rossz
rossz indulatú posztkommunista kérdés volt, mert én is közel vagyok a helyzethez. Azt sem úgy érzem, hogy túlsványosan vagyok. Én vagyok, és boldogan elindítani folyamatokat. A lényeg, azért ez az ittszónok Gülen neki a tanára volt, a legjobb barátok voltak, amik szemben nem kerültek egymással. Egy, kettő, mit mondtak az amerikaiak? Ha kérik a kiadatását, akkor megvizsgálják az ügyet. Három, pillanatok alatt, aki a pucs közelébe volt, letartóztatták, és olyan emberek 10 és 100 000-eit dobták ki, többek közt tanárokat. Hát elnézést kérek, kirúgták a bírát 25%-át, közel 3000 embert, akiknek köze nem volt semmihez, mit mond Erdogan, hogy ezek Gülen hívei. Hát ettől kezdve a kérdés az, hogy van rajta sapka, nincs rajta sapka. Ez bárkire rá lehet mondani, hát ugye magániskolákat záratnak be, iskolákat, közalkalmazottakat. Minden. Elveszik a tanárok külföldi útlevelét, akadémikusok nagy részét kirúgják. Számomra ebből egy dolog következik, hogyha még egyszer pucs lesz Törökországban, és azért 60 óta 3 sikeres pucs volt, akkor nem ilyen balfázán módra fogják végrehajtani, ahogy most csinálták. Egy pucs alapfeltétele az, hogy el kell fognom és félre kell állítanom az államfőt, a kormányfőt, a hadügyminisztert, a külügyminisztert és a vezérkari főnököt. Ebből egyet fogtak el, és azt se bántották. Tehát ilyen ostoba pucsistákat tanítani fogják a történelemben, hogy ilyenek még nem születnek. Ne azt olvasom, hogy valószínűleg tudott róla, beépítette a kulcsembereit, és a kellő pillanatban közbeléptek. Tehát hagyta, hogy megtörténjen, mert tudta, hogy ebből ő majd erősebben tud kijönni. Nem érte váratlan. Ez addig igaz, amíg a légierőnek nem volt annyi esze, hogy szétbombázza azokat a helyeket, ahol Erdogan lehetett. Az, hogy a hétvégi házát akkor keresik meg, amikor ő már réges-rég elhagyta. Elnézést kérek, a hadseregi a világ egyik legjobb hírszerzése, a török hadsereg, a NATO második legnagyobb létszámú hadserege. Tehát egy hadsereg így nem nyúlhat mellé. Letartóztattak egy darab tábornokot, majd utána zsinórba letartóztatták a tábornoki karból mindazokat, akiknek köze nem volt a pucshoz, de nem Erdogan feltétlen hívei. Tehát ilyen módon egy hadsereget nem lehet odavetni egy diktátornak. Most akkor mi az irány? Tehát most Erdogan rájött, hogy oké, az Unió húzza az időt, valószínű, hogy nem kapják meg a vízummentességet, hát az Unióról meg aztán a belépésről meg nem is beszélhetünk. De akkor milyen irányba megy? Akkor kiépíti a diktatórikus rendszert, összeborul Putyinnal, beint Európának, és azt mondja, hogy oké, eddig megállítottam a menekülteket, mostantól nem fogom, és akkor hova vezet az út? Vagy mi van a fejében? Szeretne a muzulmán világ meghatározó hatalma lenni. Zárójelbe jegyzem meg, hogy Bosznia-Hercegovina és a Szovjetunió déli részének bomlása után ezek a térségek Törökországra tekintenek. Erről mi nem beszélünk. Kettő. Soha nem beszélünk arról, hogy a boszniai vérengzések után, és mi mindig Szerebrenicát mondjuk, de emellett jó pár egyéb volt. Törökországban olyan fölháborodás volt, hogy emberek százezrei és milliói mentek ki az utcára tüntetni a törökökért. Muzulmánokért, bocsánat, tehát egy ilyen nemzeti tudat született. Három, óriási török tőke van a térségben. Négy, hát 2 nappal ezelőtt volt éjjel egy vita a német közszolgálati tévébe, ahol azt mondta Röntgen, a külügyi bizottság elnöke és a Kuját, aki korábbi vezérkari főnök, 4 csillagos tábornok volt, hogy azért azt látni kell, hogy Törökország zsarol az ott lévő tényleg létfontosságú NATO bázissal. Ezt a bázist használják most, elnézést kérek, a törökök, az amerikaiak és az oroszok. És azt mondta Németország eddigi vezérkari főnöke, hogyha 2 repülőgép hordozót, lánykori nevű repülőgép anyahajót, a földközi tenger keleti partjához vezényelek, ezzel pontosan azt a katonai erőt oda tudom küldeni, amit a NATO bázis jelent. Tehát Erdogan kiváltható. Még egy megjegyzés. Kerek Perezben mondták, hogy pár hónappal ezelőttig az iszlám állam nyíltan szervezhetett, embereket szervezett be, és otthon volt Törökországban. Ez most változik. Tehát Erdogan célja az, hogy fenntartsa teljhatalmát, és ezt hosszú távon biztosítsa. Minden más ennek alárendelt. Még akkor is, hogyha az iszlám felé kéne forduljanak? Már elfordult, elnézést kérek, a modern Törökországot Kemal Atatürk teremtette meg, az atatürki hagyományoktól elfordulnak. Gyakorlatilag, aki Atatürk híve, azt most, mint gülenistát félreállítják, tehát mindenkit, aki nem Erdogánnal egyszerre veszi a levegőt, félreállítják, ettől kezdve a modern Törökországnak képletesen te vége van. Ez nem az a Törökország, amiért Atatürk küzdött a 20. század elején. Hát ez maga a történelem, akkor megint, ami zajlik tulajdonképpen. Kaptam egy 4-est? Igen. Na, én adom. Jöjjön vissza javítani jövőjében. Adom. Nem is közös barát. Egy 4-es megvan. Válok utóvizsgára. Köszönjük szépen. Köszönjük. Csókolok. Ciao. Köszönjük szépen Nógrádi tanár úrnak. Kemény, nem?
És benne vagyunk, és alakul valami, itt van, gyakorlatilag belátható távolságon belül, ugye Törökország azért nem a világ vége, egészen sokan választják még nyaralásra is, meg megnézni, és valami történik ott, és nem érted, hogy Európa keleti határa, ami most nem tudod, hogy az lesz-e, vagy az marad-e. Igen, kemény világ nagyon egyébként. Komoly. Igen. Meg hát, hogy egy újabb, nem gondoltam demokratikusnak nagyon, de hogy egy afelé menő ország megint úgy dönt, hogy akkor jobb a diktatúra. Az egyszerűs uralkodás. És azért ez így nem túl megnyugtató egyébként. A másik kérdés ugye, hogy eddig ugye kötöttek egy paktumot, ezt elfelejtettem megkérdezni, meg kellett volna, utaltam rá, csak nem válaszolt a tanár úr, ezért csak négyes, hogy ugye volt egy megállapodás az Unióval, hogy ő akkor most ott megállítja a menekülteket a török-szír határon például. Most nem ugye, kevés pénzért. Nem kevés pénzért, támogatásért, vízummentességért, de hát ha az borul, akkor igazából, ugye az is egy kérdés, hogy akkor mi lesz. Na jó. Hát érdekes volt azért, amit elmondott. Gyorsan egy pici közlekedés, mert jöttek újak, mondanám, hogy mi a helyzet az utakon. Balesetünk van a 7-es úton Szabadbattyánnál, terelés és teljes útzár van, ezt Mágus küldte nekünk. Valamint ömlik az eső a Köröshegyi Völgyhíd környékén, és csak 100 méteres a látótávolság, vigyázom, mindenki üzenik Gyuri. Nagykanizsa irányában a 140-es kilométernél BMW darabokban, és az M5-ösön van egy trafink a 43-as kőnél. Ez is SMS-be jött. Köszönjük szépen, mi pedig jövünk a hírek után. Ugye. 3:49 lesz, pontosan 7 perc múlva. Itt vagyunk, a szabadságunk után már élőben. Tényleg egy ilyen napi lapot kellene magunk elé tartani, hogy tényleg vagyunk. Na most miért a pontos idő nem elég? Hát ezt még össze lehet szállni. Ja, igaz. Dátum, hát az bármikor mondhatom azt, hogy június 12-e van. Az bármikor, az még nem bizonyít semmit. Egy hét és vége a júliusnak is. Hagyjál! Jó, nem azért mondtam. Nehogy elkezd, hogy aztán vége az augusztusnak is. Majdnem sötétben indultam. A havasi koncert. Ne! Majdnem sötét volt reggel, amikor elindultam otthonról. Tehát hánykor jöttél? Mert én múlt óra előtt egy kicsivel. Te olyan korán indulsz? Aha. Hát. De mi milyen messziről járunk? Hát te mikor indulsz? 3:46-kor? 5:50-kor. Ha nagyon sietek, akkor 46-kor már ki tudok lépni a házajtaján. Hát az 50-es ülős nem híres arról, hogy lenne benne hipen. Jó, aztán most már összeraktam. De nem szoktak az ülőjött fényei egy ilyen csíká összefolyni, amikor megindulunk. Mert én jövök 5:15-kor, mondjuk én indulok Velencéről, és akkor még szépen bemegyek, sőt 5:25-kor is. Az csak az a villamos, ha nem megy ez gyorsan, az a kis paripa. Hamar el kell indulni, és kimarad egy árat, akkor meg aztán... Vagy fél órát aludhatná, ha lenne jogosítványa. Alszok is a villamoson. Ja. Beletemetkezek ott a baseball sapkádba a valóság helyett. Csak mondom egyébként, hogy jó, ha hétvégén is dolgoztak, akkor bocsánatos minden hétfőre, azért ki lehetne mosni ezt a munkásulát. De félt, hogy túlpárás a levegő, nem fog megszáradni. Jéci. Kérdezi valaki, Nógrádi úr, hát mennyi almát kér? Egy. Nem kérek kettőt. Kettő, egyet kérek. Jó, de nagy duma. Óriási. A nap dumája eddig. Kettő, egyet kérek. Három. Na, azt mondja, hogy nézzük, vagy van új. M86-84-es kilométerénél a hídról mindkét irányban mérnek. Vigyázzatok, Zoli küldte. Kolosi tér lezárva, Szépföldi útnál, Pusztaszeri út felé. Teljes a káosz, ezt pedig Jucus küldte nekünk. Miért van lezárva a Szépföldi út, vagy a Pusztaszeri út felé? Mi történik? Hát a Kolosi már annyira régen szét van túrva. Mi van ott? Mi történik a Szépföldi úton? Nem szétbombázták ott az egészet. Csinálják a fonódó villamost. Átfonódott már, vagy befonódott? Hova oda a Szépföldi fonódik? Valahova oda befonódik valami, fonódjon már oda, hogy most már legyen már ott valami fonódva. Megvan ez a kis indexes anyag talán, amikor a Tarlost meginterjúolják, hogy... Nem, de én imádom a Tarlost interjúban. Mit gondol arról, hogy az erészenek esetleg olyan a hangja, hogy zavarhatja az ott lakókat? És aztán nem tud rá válaszolni, mert eljön fölött egy gép. Utána... De ismerve az indexeseket, látták, hogy mikor jön a gép, és gyorsan megkérdezni, mert van humorérzék. És utána fél percenként beindul egy kocsiriaszt. Igen, nézzétek meg, sírni fogtok rajta rögésről. Elképesztő vicces. És föliratom, hogy nem hangos? Nem lehet hallani, hogy mit mond.
Elképesztő vicces. Na, nem láttam. De akkor ezt bepótoljuk. Jött még egy közlekedés. M1-es 140-es kavicsán a rendében őrei Pokémon vadászai lézerezik a gyorshajtó Pokémonokat. Vigyázzon mindenki. Valamint Andi elküldte nekünk, hogy Veszprémben hatalmas vihar, felhőszakadás, minden. Minden, ami kell. Úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Hát egész Nyugat-Magyarország, így néz ki. Gyerekek, kezded, ez egy téma lesz. Igen, gond van. Mit kell megoldani, mondd. Elintézzük mindent. Hát figyeljetek, akkor rövid leszek. Mi újult ebben ki? A dologban. Na. Visszaestem. Miben? Visszajött a pupod? Megint hát, csinál. Kicsúszott az aranyeret. Megint foncolod magad után. Igen, és vissza kéne tolni. Én el tudom neked kötni. Az aranyeredet. Tudod, ilyen macagot kötök rá, és akkor leesik. És leégeted? Az nem jött be, amit mondtam. A kerés hogy nem. Nem, hogy a frissen fasz a citromlében, márcsben, és így visszarántod. Ülj bele egy liter citromléba. Hogy fújjam ki nagyon a levegőt, és akkor alulról hát, ha visszahozza. Igen, nem utkor elnyitottam, ugye itt a Budavés éppen kamillás borogatást csináltam. Így van, meg jól dugtam vissza újjal. Az nem? Persze, az sem volt jó. Van már ennyire kor? Így van. Igen, nem pozitív színben tüntették fel az egészségügyi problémákat, kvázi más egészségügyi problémán kinevették, nevetek. Már hallom a fogalmazást. Igen, meg tudnám írni a saját feljelentésünket. Így más van. Aranyerén ugrált más a Morning Show. Így van. Unkné betegsége a aranyér. De akkor legyen ez nevettek. De ha ezt közülünk az egyikünk aranyere. Akkor nem tudnak belekezni. Akkor nem ugrálhatsz az én, te érted, az nem más aranyere, az a mi aranyerünk. Jó, de bizonyítékot kell neki küldeni. Igen. Az aranyere nem örül. Két megszólás között szerintem fotózzon. Elmenti ezüstér, rézér, aranyér. Na jó. Na, szóval mibe estél vissza? Hát mibe lehet visszaesni szerintetek? Becsajoztál. Újra túrod az óra kezdet. Újra eszed a fikát. Kilószámlálás. Mint régen. Jézus, te azt mondtad, már lesz. Nem mondtad, hogy megint. Hogy ide jövök a problémámmal, és ezt fogom kapni. Azt mondtad, már leszoktál a kutyafára. Suttyomban szagolgatod a hónadat. Nem, azt nem suttyomban. Ja, azt láttuk egy edzőbácsitól, hogy hogy kell csinálni tök vakarás után. Én azért húzom csak a témát, mert nem akarom azt kimondani, amit egyre jobban félek. Mondj még valamit. Nem az, hát ugye visszaesett valószínűleg. Nem akarom. Hát vissza, azt mondom, hogy visszaestem. Erre jöttök az aranyérrel és a fikaevéssel, ami két nagyon-nagyon nagy probléma. Tényleg az. Nagyon nagy probléma, de... Remélem, hogy nem. Ennél nagyobb probléma is van. Ötötszörre nem akarom ezt a témát végigcsinálni 7 év alatt. Hányadszorra nyírassam magam kopacra? Egyszer csináltuk. Ne, aha. Mennyit szívsz? Attól függ, mit akarsz mondani? Ne. Egyszer csináltuk. Ne. Mennyit szívsz? De. Mennyi ez? Már basszus. Mennyi? Hát időleges, de. Szóval dohányzol újra. Igen. Egyre több. Ja. Azt a mindenségit. Képzeljétek el. Egy buliban történt minden, ott veszítettem el a visszakapott szüzességemet, mert mondván én hülye, érted a haveroknak, hogy figyeljetek, már szeptember óta nem jutottam rá, nyilvánvaló, hogy már el tudok egyet szívni, hogy de csak érted, este van. Hogy csak úgy, iszulsz a szállat. Na. Akkor add vissza a haját, köcsög. Töröld ki a Facebookról, meg a Google-ról azokat a nyomorúságos kopasz képeket, amit még mindig berak a bulvár sajtó, amikor valami önciket írat róla, ahol nyomorultul kell feltüntetni, mindig kopasz képet rak meg. Ezt te csináld vissza. Ezt üzenem a Borsnak. Egyébként tényleg ha nyomorult képet akartok berakni róla, a kopasz képet rakjatok meg. Azon nagyon tudok röhögni. Hát így már... Na most, bocsánat, a visszakanyarodhatunk a fogadáshoz. A fogadás az csak addig szólt, hogyha én december 16-ig nem gyújtok rá. Azt nem mondtuk, hogy akkor ha visszaszoksz bármikor, akkor add vissza a haját! Add vissza az életét! Jó, hagyjuk már ezt. Hol tanultad ezt? Senki nem állította, hogy több ezeren fogják használni a kisvasutat típus érvelés. Már meg is mondtad. Micsoda érvelés ez? Szóval újra dohányzol. Hát, nem tudom, de az az igazság, hogy nyilván kamuzás lenne, azt mondanám, hogy nem, mert szépen kezdtem visszacsúszni. Hát ez innentől kezdve egy szánkópálya, egy lejtő, egy műugrósánc, egy mit mondjak. Tehát még? Nem szóval akarom, hogy kezeljétek, mert ahogy Jani mondta, nem kell ezen a topikon ismét ugrálni, mert ő már rohadtul unja ezt az egészet, én csak szóltam, hogy nehogy baj legyen. Bíztam, mert mit tudom, én újra hordod a korzapon. Valami újjá alakítottad a zenekart új kígyóson, vagy valami?
Na, az most megyünk ki arra a képre, hogy ott ülsz és dohányzol a többiekkel, és ott vagy cigi a kezedben, és... Annyira nem. Tehát, hogy azok nincsenek ma meg. Ma már? Micsoda? Ma már? Mi van ez már? Ez valami mi volt ma? Ma már rágyújtottam. Hát ma már, igen. Ma még nem. Akkor még azért ez nem vészes, ez még megállítható. Még nem olyan, így van, nem olyan. De például már mondjuk délután rátok gyújtani. Vagy délután már lecsúszik. Már igen, vagy egy kávé mellé, mit én a hétvégén, vagy nyaralásnál például, 10-kor is rátok. Már rágyújtották. Az, jó, hát ez tulajdonképpen az, gyerekek. Ez hát ezt építhetjük, meg kenegethetjük itt mindenfélével a mindenfélét. De, hogy ez, de nem kell kenegetni. Hát most ez, ez ki kell mondani. Tehát és, ez vissza és miért 10 után? Mert 10 után szokott beérni általában az új vezérigazgatónk, és mindig megkínálja egy cigivel. Nem mond rá, nem. Igen, hát kitett róla, lenne már. Ő tett róla. Most olyan rendes ember jön, itt ad hát egy cigit, érted, ráadásul az övét szívjuk, így hát van. Akkor csak rágyújtasz, nem? Na. Így egy hallgató, igazából most a minimum az lenne, hogy legalább kopaszra nyiratjuk a fejedet egyébként. Hát igen, fájdalomdíjként, hogy visszaestél, bár az decemberig szólt valójában, de hát... Az egy, bocsánat, az egy fogadás volt, nem úgy szólt a fogadás. Kezdem. Nem kezdem, megint, csak elmondom, hogy... Sványosi szöveget. Megint jön ezzel a fura. Sványosi szabad egyetemre elhangzottak alapján. December 24-ig szól, gyerekek. Ezzel párhuzon, hogy beiratkoztál a közszolgálati egyetemre, és mert nap... Nagyon jól érvelsz. Én vagyok a beépítettem. Ez több mindenről szól. Te egy Szent János bogárként repültél az éjszakában, és utánad repült a sok nem dohányzó Szent János bogár. Mondjuk egy asszonyok hálunk egy ekkora Szent János bogárat nem fognak. Állap beszakadna a redőnyi. Érted? Egy kicsi kis szikraként repültél elől, mint egy Szent János bogár az alcsúti arborétumban. Mi az Isten van veled, hogy már megint ott járunk? Hát kivétesen alcsútot említettem, nem felcsútot. Tényleg van egy alborétum, ne értsétek félre. Repültél elő, és aki sok kis eddig dohányzó, de már leszokást elősegítő, imáron nem dohányzó Szent János bogár repült utána az éjszakában. Mert én átszakítottam a szúnyoghálót nekik, és ők tudnak tovább menni, de én fönnökadtam. De most ott állnak, és elvesztették a vezérüket, a gazdájukat, és néznek balra-jobbra, míg világít a kis szárnyuk, verdesnek, de most nem tudják, hogy lezuhanjanak. És a vezérük is, hogy a szúnyoghálót ablakot lezőjük! Nem megérkezik a Szent János bogár. Nem tudják, hogy most repüljenek, világítsanak, elolcsák a lámpát. Leszálljanak. Most igazán szárnyalni, mert látják a gyengeséget, érted? Ott vagyok előttük, mint gyarló, gyenge ember. Engem még egyszer egy ilyen nem nyaladsz be. Tehát ha bármikor kitált, hogy fogadjunk még valamiben, én a büdös életben nem nyalom be ezt többet, komolyan. Én letolattam, én úgy jártam el 3 hónapig, hogy érted, fázott mindenem, érted? Hülyén néztem ki. Erre érted. Ne ajánlottad föl, nem én kértem. Ez igaz, ezt én ajánlottam föl. Most mi lesz a sok pislákoló Szent János bogára? Mennek tovább, ők látják azt, hogy vannak a gyengék, akik elhullanak, de ők az erősek, ők a nagyszerű Szent János bogarak tovább repülnek az éjben. Írja végig, Petty, hogy most aludt ki a fényed. Aha, pedig repültél Szent János bogár voltál kialudt. Na most vége mindennek. Jaj, meg kell néznem az új neonokat a kórhelyben. Hát ha van köztük dohánygyár. Hát a fönn van egy Marbi reklám, hogy valami. Palma, az már nincs, mondjuk, hogy van, nem tudom. Szóval még nincs minden veszve, de igen. De én azt hittem, hogy ez állat egy ilyen tartósabb folyamat, hogy elindultál, hogy zabot eszel, hogy nem dohányzol, hogy... De akkor ez valószínűleg ilyen klasszik kapuzárás volt csak. És akkor most keresem az újat? Valószínűleg találsz majd megint valamit, igen. Uh-huh. Amit aztán majd megint felrúgsz fél év múlva. klasszik kapuzárás. Te szállal vagy szerencsétlen hülye. Klasszik kapuzárás. Így mondjuk. De most akkor tervezel egyébként? Tervezel? Mire tervezzek? Hát az örülök, hogy élek. Mit tervezzek? És milyenként jó lesz? Most te... Jó? Tehát finom? Balázsi pozitív színben tüntették fel a dohányzás. 1 millió forint. 1 millió forint. Csak az egyszerűség kedvéért a tüdőrákban megholt egy ideg száma. Már nem adom, ez végénk van. Szóval most akkor mi van, jó? Nem, hogy le... De jó, úgy, oké, nem jó, de egyébként... Persze, hogy nem jó. Úgy elszívtad, és azt mondtad, hogy basszus, szia, Feri vagyok, te hiányoztál. Igen. Bemutatkoztatok egymásnak, a szívki kezet rázott veled. Nem mutatkoztunk be, ismerjük egymást nagyon régóta. És megszédültél? Vagy leterített?
vagy lesetett. Mintha lesetettem volna. Mintha lesetett. Ezt mondják a dohányosok, hogy amikor újra kezdik, mintha lesetett. Mintha lesetett. Már nem volt meg az sem, mint ami annak idején az elsőnél. Tudod, semmi. És olyan gyönyörűen ittunk egy max. 3 fröccsöt, és utána az elsőt elszívtam. Sajnos. De nekem ez olyan, mint amikor... kakkodós, vagy ilyesmi, hanem ilyen komótos volt régi, vagy pedig így, hagyjál meg egyet. Mert nem, már elszívtad nem. Egy slukkal az első. Az egyre lement, igen. Ezen rácsatlakoztam a csőre, hogy végig szívtam az egészet. És nem volt utána, semmi, se rosszul lét, csak a jó érzés volt. Nem volt utána köhögés, még nem volt utána, nem fulladtál meg ilyesmi. Nem. No, amikor az már nagyon-nagyon-nagyon papás, amikor elszívtad. Hol? Faj. Az már azért az nagyon tatteros, tehát ott már nagy a baj. Én azért ott egy gyors tüdőröngent azért. Elmennék egy tüdőszűrésre azért. Ajj, egy zsepid, az enyém már tele. Fölüvöltött, mióta vért köpök, sokkal jobb lett. Akkor egy tüdőszűrés el kell menni. Kicsit nekem ez most olyan, mint amikor lelőtték John Lennont a Dakota ház előtt. Igen, na tehát, én is ezt akarom. Tehát nekem ez most kicsit olyan. Mark Chapman és John Lennon, igen, a Dakota ház előtt. Nekem most vagyok? Újra lelőtték Lennont, érted? Újra. Igen, a cigi, a Mark David Chapman és én vagyok Lennon, vagy a cigi a Chapman is, és te vagy Lennon, és Chapman most újra lelőtték. Újra támadott. Nekem most kicsit újra meghalt John Lennon ezzel. Nekem meg, amikor a színházi élmény hatására önfölött és boldog Abraham Lincoln-t lelőttük. Na, ez pont, hát ez most pont ugyanaz. Majdnem ugyanakkor a történet. Kicsit most úgy érzem, mint amikor Ádámot és Évát kiűzte az Úr a paradicsomból. Tehát nincsenek kérdéseim a dologgal kapcsolatosan. Tudom, hogy mit tettem, igen, hogy szemen köptelek, a fogadásunkat gyaláztam meg, de jól esett. Nem mondom, hogy nem, nincsenek terveim, ne akarjatok meggyőzni, majd látjuk, hogy mi lesz, lehet, hogy a jövő héten már nem dohányzom megint. Na jó. Az egész a Balázs hibájára egy hallgató, nem volt a ösztönzés, megfogadás, egy fenékborotválás, arctetkó, új perceg levágás. Ki jogos, minden a három hónap, a harmadik hónapban Feri, ha kibírod júliusig, levágom a kis ujjam. Jó, levágom a Feri. Ha most kibírod, akkor levágom az előbb ujjamat. Igen, levágom a kis ujjamat, és a fordítva körömmel lefelé nézve visszavartam. És itt ülnék két új, egy előbőr, egy arctetkóval, és egy év múlva meg megirányultam, érted? Igen. Feri még mit csinálja? Szedessem le a lábom, érted? Jó, hát ezzel nem tudunk mit csinálni, hát nagy a baj, de hát ez most akkor újra dohányzol. Így van. Hát sajnos. Hát ez mondhatnám, ilyen hogy világ. Nem, de hazugság lenne. Nyilván az, hogy az ember egy cigit elszív naponta, az is dohányzás. Valójában nem lehet leszokni, ezt mindenki mondja. Hát igen, csak emberként tökösen odaállni és nem rágyújtani, azt lehet, meg lehet ilyen szánalmas alakít. Igen, hát ez egy kudarc. Ez egy morális kudarc. Nem az. Nem? Értem, hogy ezt belém akarod súlykolni. A világító Szent János Bogár morális árulást követett el, és arcon fújt a rohanővel a többi világító Szent János Bogár. Egyébként ilyen. Repült elől a Szent János Bogár, fogott egy ilyen rohadt nagy kemotoxot, visszafordult, és lefújta a többi őt követő Szent János Bogár. Arcon fújta őket kemotoxot. Nem, én eddig vezettem őket, én meg azért, mert a vezére... Te voltál a Szent János Bogarak kakuk fiókája. Érted? Ők dédelgettek, nem, melengedtek. Nem, én dédelgettem azt őket. Azt hitték, hogy csak, mert mit tudom én, egy mutáns Katica Bogar, vagy egy Szent János Bogar, hogy azért vagy olyan rohadt nagy. Közben kiderült, hogy te csak egy mocskos nagy büdös ganaj túró vagy, ami valahogy megtanultál. Nem igaz. Vagy csak a fára leöntötted magad. Nem ők dédelgettek, én dédelgettem őket. Ők jöttek velem, repültünk együtt. Azért, mert a vezér elbukik, a sereg még tovább megy. Találjunk egy büntetést. Hány ilyet láttál már, érted a történetben? Sereg, elbukott a vezér, a sereg meg így ment tovább. Egyet sem. Ott van például az a csata. Ott van például az a Rommel. Kicsit lejjebb balra. Emlékszel, érted? Hát. Nem volt nagyon ilyen. Vállalj be egy büntit. Miért vállalnék be büntit? Mert akkor a morális árulásod nincs morális árulás. Van ebben egy morális árulás. Szeptembertől decemberig tartott a fogadás. Ha én december 21-én, vagy mikor toltuk le itt, az a nagyon nagy árulás. Rágyújtok, igen. Akkor, akkor semmi nincs. Nem vesztem el a fogadást, ha azután, hogy te azután nem. Hajad másnap. Hogy ez fél évvel ezután, azután következett be, az most miért árulás? Tehát olyan, akkor mi van? Valamit.
Mi írják meg a hallgatók is, mi egyre rábökünk úgy, hogy kisegítjük a szemünket. Na, érted, mire gondolod? De nem kell valami nagyon. Becsukott szemmel választunk majd nyilván. Persze. Mondjuk csúsztassál fel egy ananászt zöldjével fölfelé. Nekem ezt tetszett, és ezt hagyd vegyük föl videóra. Jó, de ezt nem a hallgatók írták, tudod? Úgyhogy ti jöttek. Nem ár, de hát ez semmi köze hozzá. Én ide állok őszintén, elétek, elmondom. Nem azért mondtam el, hogy most ti igazságot osszatok, hogy ti megmondjátok, hogy én szaralak vagyok, érted? Tehát azt tudom magamtól is. Hát, de nem kell ilyet csinál. Most nézd, Júdás! A helyzet a következő. Egy büntit írjatok, drága hallgatók. Egyet, jó? Hogy ti szívetek szerint mivel büntetnétek meg a Ferit. Aztán majd megnézzük, hogy milyen lehetőségek közül tudunk választani. Mert mégiscsak azért a Szent János bogár, aki arcon fújja a többi Szent János bogarat, büntetést érdemel. A fény az éjszakában. Szerintem. Meg kell, hogy büntessük. Csináljuk egy papír sablont, vágjuk ki egy kartonból azt a feliratot, hogy szarember vagyok, rakjuk a hátára, aztán menjen ki napozni. Nagyon jó. Ez nyaralás előtt kellett volna. Igen. Mondjuk Horvátországban sok veszélyvalód nincs igazából, mert ott kevésbé értik. Mennyi kérted a Palatinuszra? Azokat árultam el, akik legjobban hittek benne. Írjátok meg, jó drága hallgatók? Akik azok írjanak elsősorban, akik akkor tették le a cigit, és azóta egyébként kitartva, szemezve a szimfóniával, minden nap elmentve, néhány trafik előtt arra gondolnak, hogy nem. A Feri se tette meg, én se tettem meg. Így van. A Feri is tartja magát. És az ott vagytok vezér nélkül, tanácstalanul már mentek az első trafikba, kéritek ti ki is a színfit, van még szimfónia? Persze. Van még ilyen? Van. Vagy a messzenen zsitánc, vagy nem tudom, mezitlábú zsitánc. Például ott van a zsitánc is. A néptánc, a zsitánc, mind a kettő nagyon jó. Írjátok meg, jó? Írjátok meg, hogy mivel büntessük meg. Mit vállaljon, mit csináljon, reális dolgokat nyilván. Aztán lehet, hogy megválasztunk egyet. Sétáljon el a Hős utcába, egy táblával a nyakában, hogy van a prom, de nem adok. Húzzatok innen a francba. Jó, tehát hogy mi legyen? Hallgatós, igaza van, tehát hogy ne ugráljunk az én tetemem, hogy én soha nem mondtam, hogy leszokom. Azt mondtam, hogy időlegesen szüneteltem a dohányzat. Csabi, köszönöm, te vagy az emberem, amit eszel, iszol, fizetem. Drága hallgatók, küldjetek el, jó? De tényleg a vízes papucsal elpopsizás, tehát bármi jöhet. Hogy mi legyen Feri egyszeri büntetése azért, mert szemétmódon visszaszokott a cigarettára, és ez ugye ez nincs megállás innentől kezdve. Így van. Jön a hiány, jön a napi 2, napi 10, hát dohányzol tesó újra. Ez a helyzet. De most mondjuk ki. Te rugdosod a félig hullámat, érted? Igen. Igen, és aztán meg azt mondod, hogy büntetés neki, de? Ugyanakkor meg tök emberi, hogy ez tényleg. Persze, csak egy botlás volt tesó. Írjátok meg a büntetés. Semmi baj. 2 perc, pontosan. 9 óra friss hírek után jövünk már is, jó, van friss közlekedésetek, akkor azt is küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Open your eyes. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után 11 perccel. Itt vagyunk. Justin Timberlake. Azaz. Ez... Az volt? Igen, nem. Jó. Most már jöhetne valami új. Igen. Ez egy új Maxi. Itt van a középső. Maxi. Vagy mit? Maxi. Maxi. Egy új Maxi. Maxi. Nem, ez egy új albumról, gondolom ez az első dala, de most már jöhetne a kövi. Nem? Jöhetne. Az amerikai Puskás Peti írja valaki. Úgy de rajtom a kazi. Úristen, ne vagyok, tényleg bassz. Az amerikai Puskás Peti. Kicsit igen. Hasonlítanak. A Hunadal volt a legjobb, komolyan mondom, a számok közül, amiket leadtunk. Van, aki már lassan 300 ezernél van. Persze, van. A becsárnál. Nem is mondom, hogy nem, hogy, de tényleg. Ez a Timberlake volt, vagy a Bieber? Timberlake, ugye? Ez Timberlake. Ő Timberlake. Ő Timberlake volt, hát azért ő tehetségesebb, mint a Bieber. A Bieber is tehetséges, jó csapat van mögötted. A Justin Bieber is tehetséges. Azért. Én utálom, meg nem hallgatom. Tehát engem nem érdekel. A lányom szereti nagyon. Hát neki szól. Hát tökéletesen jó. Hát neki szól. És valamilyen betalált nála. Én Justin Timbert hallgatnék, azért nagy baj lenne.
Nem tudom elnyomni a garázsból kiszűrődő Metallicával. A garázsból, micsoda? Micsoda? Dráma lőrincet. Justin Bieber versus Metallica a garázsból. De tényleg ilyen van, és megindult a generációk közötti háború. Tehát volt olyan, hogy bementem a garázsból a lakásba, és mondtam a virágnak, hogy tedd már meg légy szíves, hogy picit lejjebb halkíthat. És akkor mondta, hogy miért? Ő is hallgatja az enyémet. Na, és igaza van, látod? De amíg az én kenyeremet teszel. Hát, addig. Én most Instán ugye vagyok, már hogy vagyunk. Én követem a Gánzt. Meg vagyok őrülve, hogy jöjjenek már Európába tényleg. Ja, olyan videókat töltenek fel Gánz koncertekről, hogy komolyan mondom, leteszem a hajam. De ezek szerint leszarod a generáció közötti háborút, ami dúl nálunk? Le. De jó, akkor mi van a Gánzra? Nem, semmi egyébként, semmi, csak van a Guns N' Roses neki hivatalos oldala. A Metallicára jutott eszembe egyébként. És onnan átmentem más oldalakra, ahol csak és kizárólag Slash-es meg Axl-es videókat töltenek fel, hogy miket csinálnak a koncerten. Ugye 60-70 ezres koncerteket adnak. Olyan stadionok, most dél-amerikai turnén vannak éppen. Hát, na látod, ezért nem jönnek ide, mert nincs 60-70 ezer stadionunk. Én egy szigeten a jövő évben nagyon szívesen meghallgatnám őket. Nagyjából akkor fognak az európai turnéjukkal majd szintén Európában lenni. Egy misit kérnek. Hát a... $1 millió? $1 millió nagyjából az áruk, az már belátható távolságon merül van. Hát a Robi is, mint 1 millió euró volt. Hát nagyjából nincs különbség. Hát szerintem hogy... azért ez több. Nem. Ne $1 millió koncertenként megcsináltak eddig, nem tudom, 40-50-60 koncertet csak Észak-Amerikában. Hát aha, azért van egy 60-70 merchandising. $1 millió. Bizony. Ez az áruk nagyjából. Lehet, hogy rosszul olvastam valamit? És 10 millió? Hát, nem tudom, nekem a kevésnek tűnik. 300 millió 2 órára. Tokkal vonulva minden jó, együtt. De ott abban nyilván benne van az, sok zenész, a turné, a izé, a busz, a szállás. És megcsinálsz egyet Bécsbe, megcsinálsz másnap Budapesten, és még elrepülsz Prágába, de 1 milliárd forintot megcsinálsz 3 éjszaka alatt. Hát azért az reális. Reális. 1 milliárd meg a 3 este alatt. Úgy, hogy kamionok elviszik A-ból B-be a cuccot, na, de hát az vegy a pénz. Meg autópályadíj, ha mondjuk az M5-ösön menni, vagy az M1-esen. Na, az a sok. De és ilyen turnéidő, mondjuk Chicago, Michigan, nem tudom, és egy júli 26, 29, 30, augusztus 1. Megnéztem a turné dátumokat. Egy reálisnak tűnik. Egy jó nevű metal zenekar, mondjuk egy magyarországi fesztiválra, de tényleg egy jó nevű, egy amerikai, vagy egy nyugat-európai, az olyan, mit tudom én, egy ilyen 10-től 20 millió forintig nagyságrönt összegéri jön el. Egy Avicii is azt hiszem 1 millió euró. Körülbelül. Na. Hát akkor egy Avicii 1 millió, Avanci. Akkor... Vagy Avanci. Avanci. Érted, 1 millió. Jó, de ne feledkezz meg róla, hogy ott van Avanci, meg 3 pendrive. Igen. Az is igaz, igen. És az már 4. Külön biztonsági ember hozza azt a pendrive-ot. Avanci pendrive-et egy ilyen bilincses kezű ember hozza egy ilyen platina dobozban. Nem tudom milyen számzárral, amit nem tud feltörni senki. Úgy kérdés, érkezik meg a pendrive. Vele vagyok. Nem, te csak egy 2.0-as szarkis 16 gigás. Hogy nem, én valójában Avanci pendrive-ben. Gyengítjenek, beengedjenek. Avanci pendrive nélkül vége. Neki annyi. Ne kategítják, hogy bármelyiken eljátsza, de egy Avanci pendrive az semmi. Az magárepülő jön. Az külön repülőn érkezik. Na, szóval gyorsan egy pici közlekedés, aztán mondjuk, hogy mi a bünti. Mit írek, hallgatok? Rohadjon meg az a féreg, aki feldúlta a szép földit, áll egész Óbuda. Nem tudjuk az okát, holnapra utána vittünk, jó? Árpád csak a munkáját végezte. Így van, Árpád itt Buda felé áll, belső sávban bikáznak. Srácok, nem lehetne előbb elmondani, kérdezi Májki, mondjuk az menő egy oké. De várjál, de bikál, hogy bikázol? Akkor, tehát ott a két aksinak egymás felé, akkor beállt szembe. Szembe beállt, hogy aki megfordult az Árpádidon. Meg, hát most miért ne? Vagy találtál egy olyan autót, aminek hátul van az aksia. Ha már meg be kéne bikázni, de mögöttem van a forgalom. Fordulj már vissza, akkor te beszélsz. Valahol egy ízét, hogy egy kis polákost. Kapjál már valahol egy kis polákost, mert nem jár senki kis polákkal, te hülye. Annak elő van az aksia. Igen. Nagyon jó. Tényleg, az menő azért, az Árpád hídon bikázni, az szép. Balaton-Almáriban szakad az eső, Székesfehérvár déli új elkerülőn Veszprém felé forgalommal szemmel jött a BMW és Birka. Vigyázom mindenki, ezt Ati küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, nézzük akkor Feri büntetését, hogy milyen SMS-ek jöttek. Mert hogy azért vannak lehetőségek, hogy mi legyen Feri büntije. Aha, nagyon várom. Azért ne bökjünk csukott szemmel, jó? Csukott szemmel nem tudunk bökni. Ne bökjünk, ahogy így olvasom. De egyetértünk abban, hogy azért valamit megérdemel, nem? Oké, hogy a fogadás decemberig szól, de valamit azért megérdemel, nem? Egyetértünk ebben?
Jó. De most csatlakozol. Ti ketten értetek egyet, csak mondom, én nem értek egyet. Tehát ti ketten értetek ezzel együtt az én káromra. De látom az SMS falat, hogy azért itt egy nagy többség. Aha. Egy markáns többség. Azért ezzel egyetért. Így van. Balázs, ha te hajadat adod a fogadásért, akkor Ferinek ezt kamatostul kell visszaadni, tehát egy teljes testgyantázás szerintem megfelelő elégtétel lenne. Kukás Laci küldte nekünk, nem rossz egyébként, nem rossz. Feri, egye meg az összes naftalin golyót, ami a kabátja zsebében. Jó, de legalább nem molyos az a kabát, érted? Igen. Többek között azért tettem le a cigit, mert ha egy ilyen jellem, mint Feri meg tudta csinálni, akkor én is képes vagyok rá. Nem kell neki külön büntetés. Amikor majd magányosan előveszi a cigit, mindig a saját gyengeségére fog gondolni, de az is lehet, hogy a családjára is gondol, meg önmaga egészségére. Aha. És a kis megingás után végleg abba hagyja. Zombi küldte nekünk, zombit nem ismer eléggé. Ez egy ideális. Mennyi idő alatt írtad meg Feri ezt az SMS-t? Mert ez annyira van, hogy melyik családtagod védett meg? Olyan furán összecseng az álláspontoddal. Esküszöm. Igen. Azt mondja, hogy hát valaki csak ennyit könyörgöm, akasszuk fel. Igen. Ez tényleg egy jó Európában is. Vágjuk le a haját és a szakállát. Aha. Legalább 5 évig fizese Balázs fodrászát. Ezt Ancsa küldte nekünk. Az nem egy nagy összeg egyébként. Uh-huh. Pont annyi, mint a... Amit a cigére költök. Igen. Azt mondja, hogy... Számúzzétek bocsiékot. Az lenne a komoly büntetés. Bár lehet, hogy a bocsiék ebből profitálnak. Király vagy Feri, írta valaki SMS-ben. Küldjétek ki a Hősök terére Pokémon gózni, ha már úgyis annyira ellene van. Legalább fél órát játszani, és közben szólítson le olyanokat, akiről úgy gondolja, hogy ugyanezzel játszanak. Vegyétek videóra, tegyétek a Facebookra. Fél óra. Szia, te is Pokémon gózol. Szia, te is gózol. Hagyjál már. Ez nem rossz, mert annyira kikeltél ellene, de mondjuk akkor nem fél óra, hanem szerintem legalább egy hét. Mi egy hétig járnak így, mint egy hülye a telefonomat nézve, hogy hol vannak ezek a Pikachuk. Vagy mik ezek? Csukacsuk. Csukacsi. Vagy csigapuk. Jó, mindjárt megnyitom, azt megnézed, hogy a stúdióban van-e Pokémon, úgyhogy csak várjál. Rányitok. Van? Nem, most nem a stúdióképet adja. Nem élőképet ad. Azt mondja, hogy... Nem a nappal hitokat. És azt látom, két maszkos csávó éppen viszi a plazma tévében. Úgy látom, bejött az otthoni kamera. Zajlik az élet nálunk. De hogy nyitotta ki a szépet a takarítónő? Úgy látom, hogy a takarítónő a boxer alsóval a fején járkál a nappalima, és azt mondogatja, Balázs. De, úristen, mind akar ez a karvilággal. Észusom, hova szuszakolja? Elnézést, a Pokémon helyett a saját otthoni wifi működő kamerával nyitottuk meg. Az egy rarlága cif. Azt mondja, hogy borotváljátok le Feri szakálát, és tegyétek a helyére sekszört. Viki küldte, köszönjük szépen. Aha. Köszönjük szépen, ez talán egy kicsit túl erős. Azt mondja, nem vagyok genya, de Balázsnak a hajában volt az ereje. Mégis letulatta. Feri, szabadulja meg a szakállát. De hogy... 100 fekvőtámasz 15 perc alatt decemberig. Nem is ez jó, nyomjon a Feri vicceljét már azért érted, ne legyet kembertelen. Jó, azért túl, Feri 46 év alatt nyomott le 15 fekvőt. És nem is fogok a következő 46-ban se. Most úgy tervezi, most van 14-nél, de majd... Van egy az igaz esemesed, igen, ezért rohadékok ne legyünk, jó? Igen, tehát teljesíthetetlen ne kérjetek, hogy maximum elkövetkezendő 10 évben akarok elmenni 20 fekvőt. Legyen mondjuk 3-4 ütemű fekvőtámasz havi 1. És akkor azzal megvagyunk. Igen, heti bontásban egy-egy ütem. Egy csalódott november óta ragyogó Szent János bogár vagyok. Ó, de szép. Két doboz legerősebb cigi láncban történő elszívással legyen a büntetésed. Ha már úgy legyen kövér. További szép napot, Ata. Jött egy ilyen is, hogy ez lehet a büntetése. Hát ja, hogy én szívjak el. Hát azért az nem, mondjuk két dobozzal így egymás után. Meg is fekszel itt egy, meg is le is dől. Mondjuk egyébként nagyon mi nem eldőlnél. Most már dőlök egy kicsi. Azt szed most elég. Lila fejjel, tudod. Most akkor én itt balra el. Igen, én most kiszállok. Azt mondja, hogy vegyétek el az alfáját, ajánljátok fel egy játszóháznak, vagy egy csibefarmnak. A csibefarm kifejezetten. A csibefarm nagyon jó, igen. Egy hétig csibefarmra az alfán. Lakjanak benne a kis csibék. Egy hétig. Azt mondja, gyűjtsd össze az összeg Pokémon, ezt megkaptuk, köszönjük szépen. A dohányipari lobby korrumpált a Feri. Csak a pénz, írja valaki. Igen, hát születnek bár az összeesküvés elméletek egyébként. Ez lehet? Igen. Hogy Ferit lefizette. Akkor legalább a pénz Ferit, és akkor még marad neked bőven így is. Olyan feljótékony cél. A nagyobb részét. Egy tüdőszanatórium.
Igen. Szívjon egy doboz ukrán lájtos piros ninja cigit. Abból majd tanul. Piros ninja. Nem tudom, milyen lehet, de durvá hangzik. Elolvastam, és én is kicsit légszomjam lett, és beszédültem. Azt mondja, hogy metéjétek körül, és a bőrdarabot varjátok az orra. Ez nem rossz. Ez vagyok nem rossz, és akkor itt nem fityegne így. Vannak egyébként jó. Szemet szemért, hajat hajért. Szemet szemért, hajat hajért, igen. Feri egy hónapig csak csapvizelihatja a fröccset. Fúj. Ezután is Feri lesz a fény az éjszakában. Főleg, amikor beleszív a cigibe. Na, akkor világít csak igazán. Jócó küldte nekünk. Azt mondja, hogy nyertél nekem 1000 forintot. Várható. Kinek volt. Neked? Műveleti függőség. Ezt írja. De jó fej vagy, várható volt, fogadott ez a, tudod, ez aki úgy igazán hisz benned, aki miatt érzed, hogy érdemes csinálni a dolgaidat, érdemes elmesélni itt mindent a rádióban. Ez, na, igazi szaralak vagy, várható volt, a szerencsétlen hülye, hogy úgyis visszaszoksz. Hát, de nyert egy rugot, vagy fogadott valakire. Igen. Énekelj el a Guantanamo-ért, miközben 12 voltál csipkeditek. Én ezt is szeretem. Ebben nem tudom, mi a büntetés. A Best of már számtalanszor játszott esőben, és ezt a számot is lenyomták többször úgy, hogy közben rázta a Ferit a gitárja. Nem tudták jól elvezetni az esővizet, igen. Nekem ez tetszik egyébként, hogy kicsit árammal csapatjuk ez közben. Ez nem rossz. Volt az a... Volt, aha, persze. Nem mondja ilyet, hogy megvan. Volt. Kitaláltam. Ez jó. Volt az, amivel a focistákat sokkolták, tudod, igen, hogy rátették a bokájukra, és egy pici áramot vezettek bele. Focizás közben. Van? Az nagyon csináljon egy volt. Olyan reggelt végig a Feri, hogy nálunk van ez a műszer, a lábadon van ez az érzékelés, és váratlanul megcsapatunk egy ilyen 4-5 ezer volttal. Egy adáson keresztül. Már 10-zel. Nem sok, az nem halsz bele, csak megcsap egy kicsit. Úgyhogy beszélsz, mondasz egy közlekedést, és hirtelen nyomok egy jelentet, és kicsit tehet így bele. Ez nagyon jó. Nyomogassattál, tudod, mit nyomogassál. Ezt még föltettük talán az én lábamra, vagy valahol kipróbáltuk, és úgy nem rossz, kellemetlen. Tehát úgy tényleg a harmadiknál már azért úgy erősen. Ez jó. Mert érzem, tehát nem tetszik, akkor ez büntetés. Ugye jól érzékelem. De csak a szólok, hogy ugye ez úgy van, hogy mindig fölajánljuk azokat a dolgokat, amiket vállalunk, mint hogy a Balázs fölajánlotta a hajvágást. Úgy itt én ajánlhatok föl valamit cserébe, tehát nem ti mondjátok meg azt, ez hogy legyen. Csapassuk meg árammal. Nem sokszor van egy keretünk, amit elhasználhatunk, tehát nem mehetünk, mit tudom én, 100 fölé. De van egy szám, amit te is elhasználsz, van egy fejadagod, meg érzünk, 10-szer megcsapathatjuk. De azt úgy gazdálkodsz vele, hogy akarsz, te nem mehetsz túl egy adott számon, tehát 10-nél többször nem csapathatod meg árammal. Hasára tesszük, és megcsapatjuk váratlanul. Jó, hogyha még egy kicsit ellenkezel felé, akkor a én azt gondolom, hogy a frissen borotvált új kígyósi magnumonnak a tövér. És váratlanul hol nálad, hol nálam lesz. Áramcsapás az NMA-nál, ez belefér? Ez semmi. Árammal, a büntetés szövegén gondolkozom. Népszerűsítették az árammal csapatást. Szerintem egy csőt, figyelj. Ez jó, hogy fognak megbüntetni? Tehát mit fognak mondani? Balázsék feltűnően népszerűsítették a 8000 volttal való csapatást. Ide várt, basszus, genfi egyezmény, 6. cikke, váratlanul. Bekezdés, ez emberi méltóság ellen. Nem, figyelj, kössünk velük vágdalkút. Már nem tudsz. Igen. Mert szerintem, hogy elengednek, igen, mit tudom én, elengednek 8 párnélát, és akkor cserébe mi meg a Ferit rázat. Jó, nem? Tök jó ötlet. Megkínozzuk a Ferit, de tényleg, cserébe azért. De most például ugye ez megint buzdítás erőszak alkalmazására, amit nem most csinálsz. Nem. Hát, hogy van rajta csapka, vagy nincs. De. Na, hát pont mi? Az. Hogy van rajta csapka, vagy nincs rajta. De ezt úgy is fel lehet fogni, hogy mi buzdítjuk a lakosságot arra, hogy szokjál le. Igen. És ezt elősegítjük. Választhatsz 2 dolog közül. Most akkor nem, ugyanis ezzel azt üzened a lakosságnak. A bal és a jobb helyét. Így van. Azt üzened a lakosságnak, hogy a nagyszerű emberként leszoktál, de véletlenül, mint egyébként a leszokók 80%-a, csak halkan mondom, visszaesel, akkor te egy tróger alak vagy, akit árammal kell csapatni. Szerinted erre mit mond az NMA? Kedves NMA, mit mondanak erre? Semmit. Picit barátaim lettek most ebben a bajban, ugye? Két dolog, ami nekem tetszik. Egy bizonyos ideig meghatározott vega étrend, vagyis nem ehetsz húst. Egy hét, két hét, mondom, három hét, mondjuk kimondjuk, hogy három hétig nem ehetsz húst. Átlátszó. Átlátszó. Olvasom az átlátszót, 24 pontot, egy csomó mindenki. Hogy jön ez ide? Most miért mondogatod a kedvenc sajtóorgánumodat? Hogy jön ez ide? Átlátszó? Jó, tud csalni. Persze. Hát azt a lelkiismeretére, hogy tudja. Ne, én nem vállalom a vegát. Áram. A francokat úgy megcsinálja a vegakajákat is, hogy arról kódunk. Áram. Érted? Két hét vegakaja. Két hét vegakaja vagy áram.
Na, jó. Azt hogy tudod ellenőrizni a vegan kaját? Mondom, hogy áram. Csak mondom, kellett valami, hogy belemenjen az áramba. Jó. Akkor én felajánlottam, tehát adtam B alternatívát, igen, két hét vegakaja. Akkor legyen mind a kettő. Kivel vagy, ja, nyilván kivel. Minden egyes árammal csapatására egy nappal lejjebb veszünk. Jó, meg vagyunk. Árammal csapatunk. Jó. Van egy limitünk, amit elhasználhatunk, az abban majd megegyezünk, megnézzük, mennyire fáj. Egy számot belövünk, vagy te mondod meg azt a számot, és adás idő alatt, amikor beszélsz, mi váratlanul megnyomhatjuk, aha, ezt a gombot. Tök jó ötlet. Nagyon jó. És még csak 9:30. És már ennyi mindent megintelítéztünk. És minden reggel egyen meg még 20 dek a csicsókkal. Az mire jó? Tudjuk. De biztos, hogy utálod. Azért valaki csak egyszer csapassuk meg 6.15-től 9.55-re. Igen, és erősen. Igen, elnézést, beragadt. Az is tényleg, és az őszinteségem, hogy ezt, az hogy semmi. Ezt el... Aha. Az őszinteséged azért nem enyhítő körülmény. Mert 4 hetet szívtad rá. Mert egyrészt másfél hónapja dohányzol, kezdjük. Kettő, az őszinteséged egyfajta előre menekülés, mert valószínű úgyis bemószeroltak volna a hallgatók. Láttuk itt, láttuk ott, Velence itt ott. Hát azért az ember rágy úgy nem néz körül, aha, ugye nem a nádasba dohányzik, hogy elbújik. Hát meg az haj az ég, akkor nagy a baj. Másik a szárazság idején nem előnyös. Ugye, szóval előbb-utóbb úgyis bemószeroltak volna, vagy láttunk volna itt kint, tehát kvázi az őszintességed egyfajta előre futás volt most, hogy inkább te mondd el. Tehát még ebben is szaralak vagyok, hogy elmondtam. Nem, ez egy tisztességes, hogy tisztességes helytállás. Ugye? De még ez is, hogy ez a szemét állat még szerintem a tisztességes, másik lábamra is kössünk áramot. Csak részben tudjuk enyhítő körülménynek elfogadni. Mm-hmm. Jó? Szerzünk egy ilyet. Emlékeztek régen persze, erre? Persze. Teljesen rendben van. Vagy ez, vagy az a szülést imitáló, tudod, ami összerántja persze, a hasizmot. Aha, persze, amit rám még tettetek, a szülést. És annyira fájt, hogy és fokozatokat lehetett rajta. Az is jó. Állítani. És abból van már turbo 3000-es. Direkt ilyen célra. Jó. Meg vagyunk. Jó. Én azt gondolom, hogy szorgosak vagyunk, mint a kis hangyák a mesében. Melyik az a mese? Blafonta? Hülye golyát megy a rókához, és akár ibrikbe ad neki, és nem tudja, hogy egy baromság. Annyi mese van a fejemben, összekeveredett. Felvegek, hasát belesik a kútba, nem tudom, az egész ilyen. Jó. Júli, feladatod van. Vagy a szülés imitátor hasra szerelhető izom összehúzógépet, vagy pedig a régen a focistákat árammal csapatták meg foci közben, és elestek. Ezt a két gép közül valamelyiket szerezd belé. Mi van? Mi az, hogy elestek? Hát eldőltek. Annyira megcsapatja? Nem, úgy szólt nekik a bíró, hogy dőljenek. Aha. Egy picit ők ott okó, hogy lefeküdtek egy kicsit ott. Na. Nem, hát csak egy ilyen kicsit, ami kicsit csap. Ami valamelyiket szerezd meg, jó, Juli? Jó. Tudod. Vagy a vesécsere készletet, az is jó. Meg vagyunk. És akkor itt vittek vagyunk. Jó. Igen, Kazi, köszönöm szépen, hogy azt javasolja, hogy arra a gépre kössük rá, ami az SMS-eket fogadja, és minden SMS-et is lehet. Jött SMS fel. Úgy látom, nagyon élénkek a hallgatók. Jöjjön most egy játékkérdés. Mi jó? Mi újság, Feri, hogy jönnek a közlekedési? Igen, az egyébként szórakoztató lenne. Na jó van. Oké, hát akkor játsszuk egy jó kis hármasugrást. Igen. Viktor, itt van velünk Viktor, már játszunk is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, Viktor. Szia! Hello. Viktor, honnan hívtál minket? Pécsről, mit csinálsz ott? Hát most én autómba ülök. Én amúgy asztalos vagyok. Asztalos. Ja, hát ilyen asztalos vállalkozásom van. Uh-huh. Az jó, és jól megy? Ja. Nagyon sok munkánk van. Nagyon, a francba. De Petri, semmi se jó. Hát komolyan mondom, hát az is munkánk van. Hát most, hál' Isten, hát az a jó, az ember sok munkája. Petri is nagyon szívesen dolgozunk, mert dolgozunk Ausztriába is. Tehát persze is felmegyünk, bármit csinálni. Fából, mindjárt. Jó van. Miért egyébként mi szeretnél lenni? Búvár központot szeretnél üzemeltetni a Horvátországban, ahol 10 ember után bezárják a boltot, nem áll elég? Jó, azt hát mondom, megy a vállalkozás, az mindig jó. Igen, az asztalos, az egy olyan meló, ami mindig kell, ráadásul kevesen vannak, egyre kevesebben hiány szakma. Hát igen, nekem is ez a baj, hogy nincs ember. Felszerettem volna venni asztalos, de nincs. Igen. Igen. Na jó. Milyenek a kérdések, Jansson? Nézem, azt mondja, hogy szerintem ez egy könnyed szabadság utáni hétfői kérdéssor. Igen? Már mi más lenne? Fújtál egyet vasárnap, azt mondod, jó volt a Szabi.
itt ott voltatok, és akkor írtál. Tudod a kérdések. Én rohadtul keresem egyébként, azért húzom az időt, mert egyetemtem. Így van, itt van, meg vagy. Mehetünk? Illetve előttük. Na figyelj. Milyen élettani jelenséget okoz a rekeszizom önkéntelen összerándulása? Rekeszizom? Hát... Túlzás. Önkéntelen összerándulás. Hát az nyilván a csuklás. Ne! Ennyi, és tudja, és tudja. A csüsszentésre gondolt, az nem az. Az nem, az más. Igen? Baseball sapkáit, Morning Show baseball sapkáit, menjünk-e tovább? Persze. Itt szól a második kérdés. Ki minden idők legfiatalabb magyar olimpiai bajnok, olimpiai bajnoka? Hú, az valami úszócsaj, nem? Uh-huh. És mondhatjuk valamilyen. Így van. Már magyar. Most már inkább anyuka? Pajs Brigitta. Mi van? Aha! Ja. Nem tudom. Ő Pajs Krisztián, kevésbé ismert úszórokon, aki olimpiai bajnok lett. Igen, ő ki volt? Ő vajon ki volt? Nem, Egerszegi Krisztina lett volna jó válasz. Jaj, tényleg. Basszus. Megérte. Igen, megérte. Hát tényleg. Az az ominózus hát, szöuli olimpia, 88. 14 éves. Tényleg, oké, hát, ja. Azért igen. Nagy kétajtós német NDK, NSK úszónőket úgy verte agyon, és úgy úszott el, ugye. Fú, én a maiakra gondoltam, de most a pajzsbűvő hülyeséget mondtam, persze. De ki ő? Oké. Fogalmam sincs. Csak mondtál egy nevet. Igen. Hát azt is mondhatod volna, hogy horvát Tihamér vagy. Tehát csak mondtál egy nevet. Vagy Terry Black. Terry Black, így van. Minden idő legfiatalabb olimpiai bajnok a Terry Black. Így van. Tetszik. Jó, figyelj, hát az ember kell mondjon valamit, azt hát a beletrafál. Hát lehetett volna. Sajnálom. Milyen könnyű a harmadik kérdés is, na minden. Nem megmaradt. Nem lehetett volna. Nem lehetne azt, hogy esetleg már. Nem. Tudod, sajnos nem. Te is tudod. Oké, persze. Köszi. Én köszönöm. Ciao, ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Pars Brigitta. Új távlatok, látod? De hát sosem lehet tudni, hát a betalálsz. Mondani kell én hát nevet. Tényleg. Hát ki a fene tudja, hogy nem ő? Hát nem? Hát ilyen alapon... Igen, vagy pánikba esed, és elkezdett keresni, hogy lehet, hogy mégiscsak te rosszul tudod, hogy nem az Egerszegi, az, hanem a Pars Krisztina. Mastroianni Dezsuni. Ő az! Tatabányai lakos. A fogadás adott időszakra szólt, Balázs haja is visszanőtt, minden nullázódott, el a kezekkel Feritől. Üdv, Lackó. Így van. Hány feltöltőkártyát vettél te ma reggel? Nagyon sokat, mert hogyha érted, az van, hogy én leszokom, és azt kérdezem, vagy azt kérem tőled, hogy most már mindig egy-egy cent is legyen a hajad, de neked is visszanőtt. Hát most, na, igaza van a hallgatóknak. Ez igaz. Kösz, Lackó. Ez abszolút igaza van. Ezért fogunk csak egy adáson keresztül árammal csapatni. Nem fog fájni, jó lesz. Nem, már persze, ismerem a szerkezetet, köszi. Emlékszel rá tényleg? Aha. Na jó, hát akkor készüljél. Jövünk mindjárt, jó fél tíz múlt, 5 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Fél tíz múlt, pontosan 7 perccel. Azt jelenti, aki tudnék javasolni egy erős villanypásztort, amivel a vadak ellen védik a mezőgazdasági területeket. Köszönöm, igazán rendes vagy. És ezzel körbe kerítén a Vence ingatlan. Igen, bárhol vagyok, akkor... Nem tudok belé, gyerekek, ne haragudjatok. Nincs igazatok, Feri, a fogadás ideig nem gyűjtött rá, Balázsnak sem kell naponta nyilatkozni. Ez valóban így van. Uh-huh. Ez abszolút így van. Logikus, el is fogadható, de nem. Azért, aki rosszan volt szerelve, a cigaretta függőséget kell megszüntetni, aztán a nikotin függőséget. 90% az esély nem szoksz vissza, minden más módszernél 70% felett van az esély, hogy visszaszoksz. Mm-hmm. Tehát maga a mozdulat, az a cigi függőség, a szertartás, amivel jár. De és azt, hogy szoktatod le magad, a levágod a kezed, vagy mi? Igen. Tehát, igen. Hogy... Borcimla Feri a Volt On. Feri a Volt On. Júj. Van baj, igen. Ah, ha már áramütés előtt egy kis hasajtó, hogy izgalmasabb legyen. Jó, hogy ezt így mosod. Zacsira kössétek, írja egy hallgató. Feri áramvonalas lesz, azt írja nekünk egy hallgató. Köszönjük szépen. Na jó van. Hát de meg kell szerezni ezt a kütyüt, lehet, ez nincs is. És akkor megkapod a szülőgépet. Akkor megcsináltatjuk. akkor gyártatsz egy ilyen. Akkor feltaláljuk. Akkor gyugyóval legyártatunk egy ilyen gépet, igen. Lehessen kérni SMS-ben is csapatást. Jó, persze, ezt tetszik, legyen jó, egy kazi, ilyen. Ez jó, kazi. Oké, legyen egy ilyen interaktív csapatás. Uh-huh. Tehát amikor a most gazdátlanul repülő Szent János bogarak keresik kisgazdájukat Ferit, és továbbra sem nyújtanak rá,
akkor ők kérhetnek csapatást. Kérhessenek. Azt mindegyiket ellenőrzött, hogy ők valóban azok-e. Akkor fölhívjuk előre. Mondja, hogy mióta nem dohányzik, kitart-e még, és hogy gondolja most az életet a Szent János Ógár gazdája nélkül, aki már fénytelenül üldökél egy padon? Erre nem lehet nem repülésre tényleg nemet mondani. De ne felejtsük el, persze szeretjük a munkánkat, jó ide bejárni, jó együtt dolgozni, de azért ezt mégiscsak a hallgatókért csináljuk ezt a műsort. Hogyha a hallgató ezt szeretne, akkor ez lesz. És kész. Ennyi. Mert ki kell szolgálnunk a hallgatók igényeit. Igen. Na mutatjuk, mi történt velünk a mai nap, jó? Mert sok mindennel foglalkoztunk, felhívtuk a mi drága Nógrádi Gyuri bácsinkat, csak hogy segítsen nekünk megoldani ezt a török pucsot. Pont akkor történt, amikor mi elmentünk Szabira. És hát ő mindig napra kész, mindig jó. Elmondta, hogy mi van a háttérben, és mi várható. Na, látod? Jobbulás. Igen. Egészségedre. Köszönöm szépen. Így van. Pedig improvizálnia kellett, mert igazából ő nem erre a dologra, nem erre a témára készült fel, de annyira standardek a válaszai, hogy csak a neveket kellett kicserélni. Igen, más miatt akartuk hívni, de aztán változtattunk. És beszéltünk a Pokémon őrületről is, amit én már szerettem volna külföldön letölteni, csak a telefonom nem engedte, viszont most letöltöttük, és megnéztük, hogy mivel játszik. Most nem csak a magyar, hanem az egész világ. És aki nem játszik, most nyilván ne vegyen magára, de tényleg őrület van. Szóval őrület, néhányan kitartanak és azt mondják francba az egészen, persze, de mi kíváncsiak voltunk, hogy mire kattant rá ennyire Amerika, Európa, mert hogy látni képsorozatokat, videókat, hogy emberek telefonnal a kezükben mennek a Central Parkban, és ugyanazt a Pokémon próbálják elejteni Magyarországon is egy jelentős ányat mind. Pokémonozik, és megpróbáltunk elejteni néhány nagy vadat, kiderült, hogy itt a stúdióban is van. Teljesen beteg az egész. Lángol a farka, úgyhogy pokémonoztunk egy picit, megmutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Csak mondom, jelzett a telefon, Budapest Népliget Bus Station. Ott van a következő. Tehát oda kell elmennem. És most átmész ezzel a vacakkal a kezedbe, és elkezded böckölni a gömböt. Aha. Nézd! Hát most, ha ez nagyon a trend, ráérünk. Ezt játszák a fiatalok, akkor megyünk velük, érted? Nem szabad elpapásodni. Hát menni kell. Megy a halál, de hogy megyek. Van kettő a folyosó. Inkább elkapom azt. Inkább őket kapod el. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggel, szevasztok, és azt tudjátok, hogy már megjelentek, hát erre egy vállalkozást építettek, a Pokémon Go Taxi. Beszéltünk róla, hogy taxi, ja. Elvisz Pokémon vadászni. Igen. De hát ezt arra találták ki, hogy te sétálj, ugye? Igen. Hát az menj. Ezért, igen. Nagyon. Ki játszik a családból, senki? Kipróbáltuk. Hát főleg ugye a Laura azért találta ki, hogy a gyerekek ne üljenek otthon és nyomkodjanak, ezért egy olyan nyomkodós szeretett volna, amivel ki lehet menni az utcára. Hát ez például erre tök jó. Kipróbálták, körbejárták ott a nem tudom, a háztömböt, és akkor találtak egy párat, de szerintem ennél tovább még nem jutottak. Tehát, hogy még kezdő szinten vannak. De hát még hosszú a nyár. Rá lehet egyébként kattanni. Igen. Én nem megyek ebbe bele, mert megint fölhúzom magam. De emögé, azért, mert emögé bújtatjátok, mert végre a gyerek kiment. Érted? Sétál a gyerek. Jó ide, jó. Hát nem. A gyerek focizzon. Focizik. Jó, amikor tijetek focizik pont. Vagy csináljon bármi más, de ezt nem mondjuk már azért, hogy azért használjuk a Pokémon. Jó, lehet, hogy a gyerek egy másod, de most én azt mondom, hogy figyelj, sétálj meg körbe a háztöm körül. Akkor azt mondja, hogy nem. És így meg azt mondod, hogy menjünk már Pokémon-t vadászni. Lehet, hogy le lehet vadászni, nem tudom, három, nem tudom, bagyot, meg nem négy. Van benne azért valami. Tehát, hogy most mondok egy példát, most lemoltunk ugye a múlt héten Bánkon, és Bánkon van egy kis plastika, nem messze a szállodától, a Héli üstökös 1986-ban, amikor errefele járt, akkor ennek az emlékére készítettek egy ilyen kis plastikát. Na most én korábban, pedig nagyon sokszor voltunk ott, egyszer nem tudtam oda kirángatni a virágot. Most észrevette a telefonján, hogy ott össze lehet szedni mindenféle ajándékokat, háromszor ment ki magától, és már be is épült neki. De azért megnézte a plastikát is, tehát nem az van, hogy csak összegyűjtötte a bagyot és hazament. De hogy is, miért nézte volna? Persze, megnézte. És most beépült neki, hogy ott van egy ilyen kis köztéri szobrocska. Tehát, hogy azért ez jobb, mert tehát, hogy, és nem azt mondom, hogy ez a jó, mert jobb 100%-ig, jobb 1000%-ig jobb kimenni, kirándulni, a zöldben lenni, a friss levegőn lenni, sportolni, mozogni, persze, játszani. Sokkal jobb. Így van. Köszönöm, hogy befejezted a hatalmat. Frekvencia legyen, egészség, a többit megveszünk. Így van. Meg EU-s pénzek kötelezettségek nélkül. Csabikám, milyen volt? Szabin voltál? Nem. Dolgoztál egyetet folyamatosan? Nem, mondod. Elvették az utat, bevontam.
elhasználtad a valuta keretedet már májusban? Nem képzeld el, a júniusiban kicsit kiköltekeztünk, úgyhogy kellett tovább dolgozni. Hát tök jó volt, tehát ment tovább ugye ez a Klassner 2016, múlt héten ugye a Jazz Glyn játékkal, ezen a héten is folytatódik, de nem a kívánság műsorra, hanem a Klassz délutánban a Nickelback koncertjére lehet majd jegyeket nyerni. Az nem rossz. Hétvégén Miskolcon voltam, a Feri helyett Nettő Szabin volt. Hát fogd rám, hogy átpasszolom a melót, hogy pénzt adok a zsebedbe, már ez is baj. Ja, pénz is jár, érted? Ja, azt nem mondtál, hogy ilyen vagyok. Egy tök jó buli volt ott a Népkertben, 8500 ember. Tehát, hogy... Az igen. Na hát én ezért nem megyek a Ferire helyet. Számítottak. Igen. Egyébként 20 000 jött volna. Tudják, hogy a Csabi van. De aztán olyan gyorsan stage pincert, hogy ír a városba, hogy te jössz helyette. Na jó van. Oké, okay, szóval ez volt, és nektek végre volt egy jó nyaralás? Kézzed el, igen, helyre tettük. Jó volt. Látod a tenger, betetted a lábad. Jó meg volt, meleg volt, szerencsénk volt. Erdogan bácsi, hál' Isten, ott picit pénteken kirobbantottam, mi szombaton mentünk, de rendezte egy napalat a sorokat. Rossz idő, most a pucs, most egy olyan helyre mennek majd, ahol állandók a földrengés. Szátok alatt születnek a nyaralásaink idén, de úgy döntöttünk, hogy elmegyünk szombaton, mikor már azt láttuk, normalizálódik a helyzet. Állítólag a maraton tök jó. Semmi nem történik. Tehát, egyébként igen. Próbáld ki, hát ha. De aki menne, mondom, azt lehet. Szóval, hogy ott lent a Törökországban a tengerparton nincs semmi. Isztambul, Ankara szerintem egy picit talán meleg, de már nem hőmérsékletileg. De a Török Rivierára, mert sokan mennek most is, hogy mennének, kérdezik SMS-ben, szerintem el lehet menni. Na, hát ellentétben veletek azért mástól kaptam ajándékot, csak úgy mondom, hogy valaki tortával készül. Figyelj, 18-et tudod, hányan küldtek neked dalt? Legalább ketten. Abból az egyik az anyád volt. Alig bírtuk lerázni. A másik meg az elhallgatott féltestvéred, aki kéri, hogy hív föl. Rohadék vagy. Kézzel még az Instán is egy csomóan gratuláltam. Csak mondom, mert nézegettem a kép alá. Régi képek alá így megírták. A negyedik poszt után. Na mit kaptál? Nem, a tortavár, ami az egyik kedvenc cukrászdánk, hozott egy gyönyörű szép párfőtortát, meg egyéb mindenféle finomságot. De ez közös, ugye megehetjük. Nem, én nem vagyok abszolút tortai. Annyi volt csak, hogy a Zsolti bejött, és akkor mondta nekem, hogy ja, Balázsnak van szülőnapja, nem neked? Á, mindegy, nincs rajtani. Csak mondom, hogy külön fatáblába belegravírozták az összes műsort, mindent. Még szuper, a reggeli torma, meg ilyeneket, rádió DJ-s műsor volt, tehát az összes műsort összeszedték, amit valaha vezettünk, és ez ilyen fatáblába belegravírozták, nagyon helyesek voltak. Van. Minden benne van. Csak ülök és mesélek, ki miben tudós. Tengerre magyar. Desszert, Kepes Andrással. Igen, egy nagy csoki tortát. Is elkezdhetik az összes jó műsor. Igen. És van egy másik cukrászda, ők nagyon helyesek voltak egyébként, a Frankele úton vannak. Ők is küldtek egy nagyon szép csoki tortát, de olyat, hogy abban még te se tudnál belekötni. Pedig de ő azért, bele tudna hinni. Pedig azért tudna. Meg tudsz te fogalmazni elvárásokat egy-egy csoki tortával kapcsolatban, de kinézetre egyébként, hogy ennél nem fogsz belőle, nem tudnál belekötni. Állítólag úgy, hétféle csoki van benne. Én igen. 6-ot ismerek. Igen. Igen, ők is nagyon, nagyon cukik voltak, úgyhogy köszönjük szépen. Úgyhogy gyerekek, villát a kézbe, kanalat a kézbe, aztán menjetek. Vegyetek magatok valamit a vépigetni, halak ezekkel a tortát. Vegyetek valami hideg tálat egy büfébe. Úgyhogy ez lesz. Tortázunk majd adás után. Jó, hívjuk a naphallgatóját. Nem hívjuk? Te hívod? Mi? Már senki? Itt a Júlia, Anna, Vik és te hívod? Mi történt itt egy hét alatt? És kit hívsz? Jobban nem tudjuk, mi történt. Ja, gratulálunk neki. Én már mennék tovább. Hát akkor semmi. Mondd el, Csabi, milyen zeneid lesznek. De mi nem tudtok telefonálni, hát ott telefon, nyomkodjátok a gombokat. Ja, akkor viszont csinál már, Zsüléci. Én nem nehéz. Itt van, már kiválasztottuk, meg vagyunk. Picit még gyerekek, hát ilyen Szabi utáni sorrendezés zajlik. Hát még úgy... Mert elmondom szívesen, mert olyan zenét hoztam nektek, hogy gondolom, keresztbe gyeritek le a tortának a villáját is. 46 000-szer. Nem. Zsűj, te is olyan vagy, mint a Bátortalan előjáték, egy gyújas. Jézus, atya úristen. Ugye? Hát, majd, ha már tét nélkül tudunk szeptembertől, akkor mi lesz itt? Igen. Jó reggelt, hát Morningshow. Bizony. Szervusztok. Mondd, hogy boldog születésnapot a Balázs. Ne, az angyal repült kártyát a szobán. Nem mondtad, hogy Morningshow, hogy hívnak, szia. Zsigmond vagyok, sziasztok. Zsigmond. Hát, nagyon elgondolkodtam, nem is hallottam, hogy beolvastatok, amit írtam. Mert akkor szoktuk mindig, amikor a játékos vagy a hallgató felveszi.
Jó, hogy arra gondolsz, hogy adásban nem hallottad. Igen. Vagyok. Pedig ott is nagyon jót írtál nekünk, azt írtad a Nógrád is megszólás után. Nógrádi úr mennyi almát kér? Egy, nem kérek kettőt. Kettő, egyet kérek. Nagyon szeretem. Nagyon beteg. Egy, nem kérek kettőt. Egyet kérek. Nagyon jó. Nem tudtam kihagyni. Igen, jó volt. Úgyhogy te vagy a naphallgatója. Hát, nagyon szépen köszönöm a titulust. Sajnos nem tudunk ajándékcsomagot adni. Semmi baj. Adjunk. De aztán mi lesz holnap, meg holnap után, nál? Tudod, a következetességgel magunkat védjük, mert aztán igazad van, ne adjunk. Tudod, szívünk szerint mindenkinek adnánk, így tehát van. Azért ez így nehéz. Semmi baj, mondjátok, hogy nem kapok, és hozzátok át, mert itt vagy mellettetek. Jó, egyébként tényleg adásban bármit mondhatunk. Ez is igaz. A reklámban viszont van egy csomó ajándékod. Jó, úgyhogy hallgass meg. Ha? Ó, nagyon szépen köszönöm. Ezeket meg kell venni, de nem. Így van, ezért mindenkit fizetni kell. Igen, tudom. De örülnek, neki ránuk reklámoznak, pénzt költenek. Neked meg kell venni sajnos. Lesz egy-két ajándék. Jó, Zsigmond, köszi, hogy minket hallgatsz. Szívesen, szerintem. Ciao, hello. Na Csabikám, mondd azt a zenét. Milyen Drake. Zene? Mi? Drake, mondom. Drake, azt mondom. Whiskey-del és Kylával. Hát egy jó viszkivel és kajlával. Én sem iszom viszkivel és kólával. És mindig ezt mondom három hét után. Viszkivel és kajlával. Mindig olyan kajla vagyok. Miért nem hozok valami újat? Ez most új. One Dance. Ez a dal címe. Viszki és kajla? És dance? Viszkid egyébként tök érdekes, mert a Pákónak a testvére. Igen. Ő nigériai, csak neki volt bátorság ott maradni, és ott lett világsztár. Vagy hát a világsztár. Pákó nem lett világsztár, csak mondom. Ezért. Mert ja, neki volt bátorság a viszkid ott maradni. De most nem tudod eldönteni, hogy mit adjál el most. De nem. Kajla pedig egy ilyen... Miért viszki és kajla, ha van dance? Filipino származású angol énekesnő. A Drake pedig egy rapper, hogy ismeritek, hát Rihanna találkozott is benne volt. Azzal fekszem, azzal kell. Utoljára egyébként ezt Janitól hallottam külföldön, amikor kért két Kylát, és mondtam, hogy nem. Mondd Kóknak, az úgy sokkal jobb. Kajla. Mondom, hogy majd én rendelek, jó, engedd el. Hogy mondják angolul, hogy a szőke. Blond Kajla. Blond Kajla. Na jó van. Come on, let's go hirtelen. Gondoltam, hogy egy nyaralás után megért. Meghallgatjuk Csabi, nem biztos. Amíg esztitek a sütit, vagy tortát, One Dance ez a dal címe. Jól van. Oké, Csabi, a kívánság műsorról 555-55-00 a telefonszám, mi pedig holnap 6-kor érkezünk. Kérjetek olyat is, amit nem akar. Szevasztó! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.